Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, szevasztok! Jó reggelt! Hello! Drága hallgatók, hát csípős a reggel, de ezt most hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy mondanunk sem kell, és nem is fogjuk minden reggel így kezdeni, majd most már azzal kezdjük, hogy na gyerekek, meleg van, érzitek? Mert hogy most már minden reggel ez lesz. Tehát ez már nem hordoz magában semmiféle új információt, hogy csípős. Most mínuszt is mértem. Ami azért szép lesz a jövő hétre nézve, úgyhogy téli kabáttal, kesztyűvel, usankával és minden meleg távval készüljetek, mi is készülünk sok mindennel, mert hideg lesz. Csípős így lesz. Így van, szereket. De nincsen ez a gond, egyrészt ugye a évszaknak megfelelő bizony. Időről igen. Beszélünk, hát novemberben kérem szépen ilyen időszakot lenni, másrészt pedig a stúdióból iszonyatos mennyiségű szeletet fog felétek. Ne, a szeretet is az meleg. Azt mondom, hogy akkor te vagy igazán jó felszínű, a stúdióból iszonyatos meleg fog felétek áradni, mert a Bari annyira fűt, hogy mert annyira kinyitjuk fázos. Az ablakot, és akkor az felétek is fog majd menni. De valóban így van, szívünk minden szeretetet rátok száll majd, és hát elindulunk már, hallom a promót is, hogy megy a promónk, úgyhogy nagyon jó. November 9-én Debrecenben kezdünk, régen voltunk. Biztos van Debrecennek egy óriási tapsó. Hatalmas tapsot Debrecennek, igen. És hatalmas tapsot Pécsnek. Na most tapsoljuk ég az egészet? Egy hét múlva ilyenkor mi már ott leszünk a Bajcsi és a Nagy Lajos sarkán, a szokott helyünkön. Budapesten végig. Így van, a pláza tövében, ugye az a pécsi helyszín, az szokott lenni a pécsi helyszín, most is ott leszünk. Ott leszünk. Múlva. És hát viszünk magunkkal egy vadonatúj autót, illetve többet is, mert megmutatjuk a teljes palettát, ahogy egy nagyszerű barátom szoktam mondani, teljes palettát megmutatjuk. Majd palettát? A palettát, azt megmutatjuk, és ezek közül már most már divatosabbak a redőnyök, de ez szerintem újra visszajönnek egyébként a palettát. Köszönjük szépen. Egy vitarát lehet nyerni. Az nem gyenge. Egy jó kis vitarát. Nem gyenge sztori. Én utána olvastam tegnap egyébként a sztorinak. Az a nagy vitara. A nagy vitara, meg olvastam teszteket, független teszteket, és mindenki azt mondja, hogy figyelj, ár-érték arányban egy nagyon kasa, megbízható profi autót lehet elvinni tőlünk, úgyhogy hajrá, gyertek. Hát, bizonyám. Valamilyen hulladékot nem viszünk. Hát nem, most gyerekek, fost nem adunk, nem? Hát így van. Vagy legalábbis nem is a hallgatóknak nem. Úgyhogy meg lehet menyerni az autót jövő héten, és várunk mindenkit tényleg, várunk mindenkit, mert szerintünk jó lesz. Mi újság van? Hát, srácok, tegnap megint helyre kellett tennem egy cukrászdát. Úgy éreztem, hogy a sütemény, a cukrászipari termék nem megfelelő minőségű, és erre csak otthon ebéd után döbbentem rá, és tudjátok, hogy nálam ugye az ebédnek a koronája az maga a desszert, úgyhogy vettem a kis telefonomat, megkerestem a számot, oda telefonáltam, kértem az üzletvezetőt, és megbeszéltem vele a dolgot. Ez van, elnézést, bocsánat. Ezt a küldetést tudatom. Én a vevő. Ezt nem hiszem el. És mit mondtál? Hát megmondtam nekik, hogy... De elnéven zsebkendővel. Jó napot kívánok. Tegnap előtt vásároltam egy sütemény. Nem, azt mondtam, Balázs. Igen, az a Balázs. Igen, Sebestyén Balázs. Tudja, melyik Sebestyén Balázs. Még egyszer mondom, Sebestyén Balázs. De mi? Odaégett a lúdláb? Nem. Vagy nem volt elég kemény a hab a Rákóczi túroson? Vagy száraz volt a piskóta tekercs? Vagy mi történt? Ennél, hát érződött rajta picit annak a csoki krémnek, aminek talán egy kicsit frissebbnek kellett volna lennie, talán egy picit jobban kellett volna szaladnia benne a villának. Volt egy kis gumis állaga, és hát ugye az ízig-vérig szőrös ízű profil, mint én, ugye ezt egy pillanat alatt ki tudja szúrni, hát én ki is szúrtam, és aztán gyakorlatilag... És akkor mi a telefonálás lényege? Tehát segíts nekem, mert én nem értem. Én soha nem telefonálok oda, még valami nem ízlik. Még egy ilyen alkalom. És én ha személyesen ott vagyok, akkor beállok, és igenis, én tényleg... Én abban tényleg belállok, tehát nem hagyom, hogy személyesen bármilyen konfliktus elmenjen mellettem. De ha már kihozták a dolgot, és már megettem és nem ízett, utána a telefon mit célt szolgál? Nevelő szándékú, a többi vevőt akarod megóvni, magadon akarsz egy kicsit könnyíteni, hogy az anyátok azért elmondta már, szar volt. Tudjátok, de én is tudom. Ez a lényege. Ez az elektronikus vendég. Így van, hogy tudják, hogy legyenek vele tisztában, hogy tudják azt, hogy egy ember igenis kiszúrta, hogy az nem hétfői, de nem vasárnapi, vagy talán nem is szombati termék volt az, amit ők eladtak ugyanazért az árért, amit egyébként frissen is pénteken, vagy nem tudom, szombat délelőtt kiraknak a pultba. És hogy ilyen ne történhetjen meg, itt tessék. Addig puffogsz otthon egyébként, amíg a telefonhívást nem nyomod le?
Tehát a kettő, megetted a sütit, és akkor fogalmazódik benned, hogy most pedig most már telefonálsz. Nem, addig nem nyomom rá. Hergeli magát, hogy legyen ereje telefonálni, mert hát azért ez egy konfliktus, tehát azt föl kell, hogy szív magad. És 15 a tejszabot nyomok rá, hogy valami frissesség legyen abban a süteményben. És ettől szerinted valami változik? Igen? Igen. De te visszamész még egyszer oda? Tehát rosszat tettél, átvágtad? Megmondtam, hogy még egyet. Még egy esélyt adok. Hát gondolom most remegve, tehát most ez gondolom, hogy, hogy remegve bújnak most a paplan alatt, ha egy cukrász házas pár csinálja például, és ma lehet, hogy ki se nyitta. Hidd el, hogy egy jó érzésű vendéglátósban, egy jó érzésű cukrászban, egy jó érzésű pincérben, szakácsban, ez azért megindít folyamatokat. Én értem csak, amikor azt mondta, hogy még egy esélyt kaptok. Hát gondolom, mint a vadmalacok, nem összebújtak. Hát nyilván. Fogták a fakan alatt, így odabújtak a csokis bödön mellé, és hallottam, hogy valaki felsik itt a háttérben. Mert ki voltam hangosítva. Ne csinálj, ne menjen, adunk még valamit. Kicsit olyan, mint a vásárlókönyve, csak mondjuk ilyen elektronikus formában. Döbbenetes vagy. Azért ne gondolt, hogy ez természetes. Tehát ne hidd azt, hogy azért ez ennek kellene lenni a természetesnek. Én nagyon szeretem, hogy te ilyen így visszatelefonálsz, de azért ez erősen. Hiszek benne, és egyébként a telefonbeszélgetés alatt ezt ki is hangsúlyoztam, hogy ezt nem magam miatt csinálom, hanem mindenki miatt csinálom, aki oda megy és kiad nem kevés pénzt azért, hogy mondjuk ilyen kulináris élvezeteket. Őszintén 70-30. Nem, még a küldetés tudatot is megvilágosítja. Nagyon szomorú vagyok, és Marika néni két napom majd a csokis linzerből nem eszik frisset, de azért az arról nem tanul, ha nem mész, ha szimplán csak nem mész, vagy nem találkozik vele többet, nem tanul. Legalább ennyi legyen. Legalább ennyi nyoma legyen. Érted? Hogyha kellemetlenül érzi magát abban a 3-4-5 percben, akkor az már egy picit megértem. Mert egy kérdés, hogy nem a probléma mellett. A büdös életben nem mondom el neked, az biztos. Megtalálom, kinyomozom. Álszakában jössz, álszakában, szemüvegben, álbajuszban. Tulajjal beszéltél? Nem, üzletvezetővel. Üzletvezető. De akkor kéred az üzletvezetőt? Igen. Jó napot kívánok. Tessék, Kati néni. Igen, ki maga a pénzszámokat. Az üzletvezetőt kérem. Megnéztem a telefonszámot. Nem ilyen, hogy nem tortarendelés telefonszámot hívtam, hanem megkerestem az üzletvezető. Kettes gomb, tortarendelés, hármas gomb, reklamáció. Hármas, a rohadt vélet. Hármas kapcsolat. A csoportvezető. Tehát a fél állam, nem működnek az ilyen. Nem, a csoportvezető alul. Én csak egy alkalmazott vagyok, és sajnos nem tudom. Ilyennek nincsen. Mentél tovább? Direkt. Tehát persze, direkt megkerestem az ő telefonszámát. Megfogta a koncot, és érted, atya, ment előre. Úristen, ment. De beteg vagy te. Atya, úristen. Tetszik ez a fajta háború. Bocsánat, nem mondom, még egyszer hangsúlyozom, nem csak miattam. Majd elmegyek szépen egy másik cukrászdába, ismerek eleget ahhoz, hogy mondjuk, ne, hogyha hogy ez nincs, tényleg ne ha csinálj. Ez nincs, akkor én máshol fogom menni. Nem, ezt a ti érdeketekben is tettem. Mindenki érdekében. Honnan tudod, hogy én mit eszem a cukrászdába? Nem is biztos, minden, hogy azt minden, teszem. Minden, hát, bármit, javítani ezzel. Bármit eszel, az legyen friss. Mert azt nyilván oda szúrta a végén, hogy legközelebb most, nem biztos, hogy ugyanezt kérem. Igen, és most rossz volt, fizettél, sokat fizettél, nem is így lett, de most még egyszer visszamész? Egyet kaptak, még egy esélyt meg mondom. De ezt olyan lesz, hogy Mátyás király van, de nem jelentette, hogy mész. Tehát áruában mész, megszólítod a népet, beszélgetsz velük, és így úgy veszel sütemény. Nem az, hogy vadoljani vagyok, megyek, tehát megérkezel egyszer. Csak szúró próba jellegel, hogy a NAV megérkezik egyet. Így van, veszek magamnak egy nagyon drága nagyon Enrico Fermi öltönyt, és akkor adok én neked. Enrico Fermit? Adok én neked egy szép zakot, vagy egy szép inget. Atya, úristen. Figyelj, hogy ne ismerjenek meg. És csak utána megyek majd vissza a maci alsó. Én nem tudom, gyerekek, én úgy vagyok ezzel, hogyha én veszek valahol valamit és nem ízlik, én még hajlandó vagyok kicsit magamat is hibá, de hülye vagyok, ez nem olyan finom, abból kellett volna, az lehet, hogy jobb. Tehát nincs bennem egy olyan kényszer, vagy eszem egy vaníliafagyit, mert hogyha eszem egy vaníliafagyit és nem ízlik, akkor azt mondom, hogy hát jó, de lehet, hogy pisztácia az finomabb lett. Érted? Tehát, hogy nincs bennem ez a visszamenni, visszahívni, fölhívni a figyelmüket, tehát teljesen más. Az lehet, hogy a pisztácia finomabb, mint a vanília, de azért, mert te azt választottad, azért te vagy a hibád. Nem, csak legyen, nem jó, jutok el oda, is. Hogy az üzletvezető hát, jöjjön ki, és mutassa meg, hogy eredeti bourbon, vanília van-e benne, vagy bourbon, bourbon, mit tudom én, milyen vanília van-e benne, érted? Érted? Tehát, hogy jó, de tudod, milyen kell? Az eredeti bőrbön? Ezért is poros parokkal van a dobozzám. Vagy? Van li aroma, vagy van li az cukor, vagy eredeti bőrbön vanília van benne. Szóval, hogy én hajlandó vagyok még inkább, nem vagy elégedett, nem tetszik, nem megfelelő a színvonal, nem azt kapod, amit egyébként vársz, akkor szélezni kell. Na jó, de ott az étteremben persze, hogy ezem, de hogy visszacsöröksz, kinyomozod a telefonszámukat, felütöd a telefonkönyvet, leszakítod egy nyilvános fülkébe azt az oldalt, 604-es, begyűröd a zsebedbe, hazaviszed és fölhívod, azért ez nagyon kemény. Ez most fantáziának a szüleménye volt. Nem szoktam rongálni, de azért ez hidd el, hogy azért ez nagyon kemény.
Ez én értem, hogy... Ezt jelezni kell, meg kell mondani, ez ezért van. Én vagyok, jó napot kívánok, hadd mutatkozzam be, én vagyok a vásárló. Ezt tökre megértem. Fogyasztó. Ezt én is elvárom, hogy a pincér legyen normális, hogy a kaja legyen jó, hogyha hideg őszi levet kérsz, az hideg legyen, mert azért vagy ott, te fizetsz, igénybe veszel egy szolgáltatást. Nem nagy képviség, nem bunkosság szólni bizonyos dolgokért. Ha nem elég forró a leves, én szólok, hogy ne haragudjon, úgy szeretem, tessék nekem megmelegíteni, illedelmesen, normálisan. De a fél legyen órával, három órával később, hogyha lehet... És tudod, ahogy... ahogy... Tessék, tudod, és ahogy a szapiba volt a csávó, aki a gőzt kiengedi a fényt, látlak téged, ahogy ugye neked megenni egy süteményt, ez kb. Egy másfél óra. Tehát a tányér kiválasztása, a tányér a fölhelyezés, a kiskanál elhelyezése a tányérot, a kiskanál szervírozása az asztali, leülés. A leülés egy fél perc, ugye leülök, behúzom, lerakom a kis tányért, megtörlöm a kiskanalat, hozzálátok, föltűröm az ingem. Tehát nagyjából így eszelt a süteményt, ugye? És ez még azért tart, tehát ez viszonylag rövid. Kiveszik egy tányért, rádom, ezért még le se értem az asztalot, már beleáraptam egyet. Nálad egy fél óra, ami megtervezett, hát, hogy milyen kis tányér, abból leszed a süteményt. Attól, hogyha úgy fogyasztod a cukrászipari termékeket, hogy az egyik oldalát nyitod ki csak a csomagolásnak, és beleszórod a szádba. Igen, igen. Mire leülök az étkezőből a konyhát, hogy már a felét megeszem. És akkor, mint a szafiba, a csávó, hogy vörösödik a fejed, és így megy a gőz, és így ki kell engedni, és eszed a ludlábat, eszed, és a végére ideges vagy? Igen. És így járkálok fel a lakásba, és így mondom végig a kis vagy. Felhívom őket. Nem mindig vagyok ilyen, csak most tényleg már sok volt. Mert a hétvégén is volt egy ilyen alkalom, ott például borravalóval büntettem, illetve a borravalónak az elmaradásával büntettem, mert ott meg somlói galuskát hoztak ki, és hát az volt, ezt pont mondtam tegnap férjem, hogy pufogtam ki egy kicsit a maradékát a gőznek, ami maradt bennem. Értem, amikor kiszúrod, hogy a somlói galuska nem más, mint egy, hogy hívják, egy ilyen lekváros piskóta, amit megvettek a hiperbe darabokra vágva, a tetején tejszínhabból, és rácsorgatva egy kis csokiszusz, ez a somlói galuska. Tehát, hogy ott viszont borravaló hiányával büntettem. A becsárját, az ebben, minusz 150 forint. Ebben a cukrásztában többször voltál már? Igen. Aha. És már büntettem is őket. De eddig korábban. Jó volt? Jó. De Feri, hát basszus, neked kell mondanom, hogy nincs, szóval... ahogy izét, hogy érted, bemegy az éttermetekbe valaki, és azt mondja, hogy át Rákóczi úr, ez nem volt annyira jó, ez a babgulyás, mint... El kell mondani. Evett már nálunkból? Igen. Akkor jó volt? Igen. Tízből hányszor rossz? Egyszer. Na, mindenki hibázik. Na, figyelj, ha te a otthon... is lehet rossz napja. Egyébként nincs igen, ilyen. De hát ha otthon főzöl, akkor is rontasz el ételt. Figyelj, érted a dolgot, nem a szólással van a baj. Tehát még egyszer mondom, mert az étteremben tényleg mindenki szól. A visszatelefonálása nagyon kemény. Tehát, hogy az egy kemény. Bocsánat, az egy kemény. Mit kellett volna csinálnod meg? Elnézést, ne csomagolja be! Pillanat, adnod egy kis kanal? Nem. Hello, hello, hello! Érted, hát hazaviszem, otthon eszem meg. Persze, mindenki vérmérséklete szerint reagál, tetszik a dolog, hogy egy ludláb ennyire ki tud készíteni. Tehát, hogy ez nekem tényleg nagyon tetszik, hogy egy piskóta tekercs, az neked egy kétnapos szorongás, rossz élmény, telefonálsz, főhúzod magad. Tehát, hogy kedves hallgatókat kérem, hogy a piskóta tekercs és a ludláb vonalat az felejtsék el, mert egy nagyon picit vagyok csak igényesebb ebben a tekintetben, ugyanakkor nem degradálva ezeket a nagyszerű cukrászipari termékeket, amiket szintén el lehet készíteni jól és rosszul. Jó, is. Akkor kókuszgolyó, puncskot, zahertorta, sima krémet. Na, söpört ki a memóriádat, mire emlékszel még? Mi van még a nagyjából most nem tudsz olyat mondani, hogy és még eszembe jut az Isler és a Tátra csúcs is. Tehát olyat nem tudsz mondani. Ja, értem, hogy a francia krémes, na ott megértem. Beugrott még egy jó. Nagyjából mindig ugyanolyan. Tehát most túros pite vagy ludlát, tök mindegy. A visszatelefonás az kemény. De megértem, melyik ez a cuki, emelk én is. Ja. Megnézem, hogy hatott-e, amit csináltál. Hát én gyerekek. Látod, ki van egy rapultal, vagy gyorsan, valamit, amit gyöngyönnek, hiszi, mikor lesz kész, francia krémes, amit szerdán akartunk kirakni. Ma kemés áruába kell mennem. Ne. Tehát, hogy figyelj, a hét minden napján legyen olyan, én értem, hogy hétfőn mit tudom, hogy szabadnapos a cukrász, meg a hétvégéről sok minden megmaradt, meg még nem álltak rá a hétre, nem indult be, de hogy basszus. Tehát, hogy akkor rakják ki fele áron, akkor írják ki rá, hogy ez mit tudom én, szombati sütés vagy akármi, és akkor számítasz rá. Mert van ilyen cukrászda is, és én ezt tartom korrektnek. Ja, hogy kirakja, hogy ez tegnapi. Oda van írva, hogy szombati sütés. Aha. És akkor nem csodálkozol. És akkor nem, így van, és akkor nem csodálkozol. Elképesztő vagy. Tényleg elképesztő vagy. Tehát egyszer megdöbbenek. Megdöbbenek, hogy más ugye tényleg, tehát eszik egy rossz sütit, és egy pillanatokat tovább megy. Neked annyira a napot csúcspontja a süteményevés, az evés, is. Hogy igen, a sütemény evés is, hogy ez neked 3-4 órás fejfájás. Ja, bocsánat. És de ő változtatja meg a világot, látod? Ő teszi jobbá.
a cukrás sütemények frontján legalábbis. Ebben a sütemény súlya az életedben számomra az igazán megdöbbentő. Még a visszatelefonálás után is, még ez jóval megdöbbentő. Ha ajándékba kapom, nem zörgök. Ott nincsen semmi gond, ezért fizettem. És bárki fizet bármiért, akkor elvárja, hogy ez a szolgáltatás olyan minőségű legyen, hogy azt mondja, hogy nem van, az ablakot adtam ki a pénzem. Igen. Mert legközelebb ne az akciósat vedd, ennyi. Így a hege. Tök igaza van. Igen, hege. Gyerekek, kihúzzátok a gyufát, én ülök vele 10 évig, meg a Feri. Így lesz, ne bosszantsátok föl, mert elrontott ludláb, így is nagyon kivert a biztosítékot. Így lesz, Hege bácsi. Most még beszóltok. Most még beszóltok. Hege, most még beszólsz, komolyan, én így látom, ma reggel tényleg rossz napja van, tehát rosszul összehozott ludláb, kiborította, most még beszóltok, gyerekek, 10-ig itt dzsihád lesz, úgyhogy csak óvatosan. Honnan választottál, baloldalról? 300 átszúzva, 150, vagy mi volt? Nem, igazi opportunista vagyok, mindig középről választok. Se a bal, se a jobb. Ó, Istenem, nagyon jó. Na jó, és most mennyi időt adtál nekik, hogy összekapják magukat? Tehát mi a hadüzenet? Nem, ez így nincs meghatározva, hogyha még egyszer előfordul, akkor fél év moratórium. Akkor nincsen semmi. Legyél könyörtelen, akkor vágjál oda egy évet. Figyelj, hát akkor ne egy fél évet adj nekik. Már egyszer büntettem őket fél évvel. És mi volt, bezártak, leúzták a redőnyt? Csődbe mentek? Nem különösebben. És amikor visszamentél, akkor hogy nyitottak? Itt vagyok, megint lesztek! Jézusom, megint itt van. Adjatok neki valamit, csak szabaduljunk. Valami, vágjatok hozzá valamit, azt hadd meg. Igen, úgy tűnt, hogy észre se vették. Nagyjából erre gondolok én is, tehát, hogy... Szóval, hogy most bemegy valaki, és fél évig nem megy, igen, de ritkán veszed észre, mondták, nem, hogy régen láttuk János. Már hiányzott. Mert fél éve nem mondtad meg nekik, hogy most megbüntetem önöket, fél évig nem jövök a viszontlátásra. Akkor tudták volna, csak kijössz, és nem mész fél évig, hát nem tudják, hogy büntetésben vannak. Add a tudomásukra, hogy büntetésben vannak. Mondd el nekik. Az érdekes, hogy egyébként tudnék mondani séróból egy olyan 4-5 olyan kézműves cukrászdát, ahol viszont hiányolnának. Tehát, hogy azt mondanák, hogy basszus, hogy ott kim van a képed, érte, te tartod életbe őket. Tehát ott kim van a hónap dolgozója, a hónap vevője, a hét vevője, a nap vevője, a vasárnap vevője, a trüffel rekordere. A piskolta teker csak pusztítója. Tehát, hogy ott különböző kilapot, az együltő helyében pont szelet trüffel tortát elfogyasztó. Ennyi. Top listáj. Ja, Istenem. Hát ez kemény. Ez kemény. Na jó van. Én hoztam most egy kis paleós. Ja, anya írja, hogy amikor e-mailt írtam, nem telefonáltam. Atya, úristen. Nem akarok mellét költözni, megöregszem. Tehát biztos, hogy nem akarok. Valahogy szóljál majd, hogy a város mindig melyik része. Friss mindig lesz a süti. Az egy dolog, de hogy reggel, este arra megyek haza, hogy 6-kor már üvöltözöl a híradóval, 8-kor már valamelyik szomszéddal veszekszed, 10 órakor még magadba mormolsz egy kicsit, 11-kor elalszol, 3-kor megriadsz, 2-t a levegőbe lősz, és 6-kor megint veszekszed. Velem kell eljönöd vásárolni, érted? Még a hentesed is elmegyek veled, és akkor az lesz. Ott egy... rend lesz. Nem abból választottam, ebből a pultba van kirakva, abból is kérek. Erre néztem, ezt kiváltam, ezt gusztáltam, ebből adjon. Nem a pult alól, meg hátulról, nem tudom, mit darált abba maga bele. Na, figyelj csak, majd intézem. Hát, basszus, ez van. Na, drága hallgatók, el is ment ezzel az idő, úgyhogy most kivételesen megcsúsztunk, de nem mutatjuk meg a tegnapi napot, mert... A ti érdeketekben tettem. Jánosnak kellett ez a terápiás 20 óra, hogy túl tegye magát a száraz piskóta tekercsem. A ti érdeketekben tettem, mínusz Hege. Igen. Hege, és ki vagy tűz? A mi érdekünk, mert akkor lenne, ha be tudnád mondani a cukrászdát, ugye? Akkor lenne a mi érdekünk, mert hát így ezért gyanútlan hallgatók nem tudják, hogy a több ezer cukrászdából ez melyikben van. Szóval kellett ez a terápiás 20 perc, jó, ne haragudjatok, ez, ha most nem beszélik ki magából, akkor 10-ig duzzog. Higgyétek el, azért egy rosszul elkészített ludlám, azért az... Hát figyelj, srácok, hát ennyi. Ennyi. Ennyi, érted? És egy kis paleószilvát. És ezért nem kell mondani a cukrászdát, mert ahogy szokták mondani, a buddhista körökben, aki egy életet ment meg, az egész világot menti meg, érted? Nem. Nekem nem kell bemondanom azt, hogy melyik cukrászda, mert szép, lassú, hosszú folyamat, végig megyek rajtuk. Azt írja, hogy hallgató sok szóval, hogy lehet, hogy direkt neked tartogatták. Hogy hát is lehet, hogy többet. Adjátok meg, hogy a szabadulj meg tőle, én nem akarom minden időt látni, mert megörülök a csávottól, mindig visszahív. Húzzátok ki a telefont, mondjátok rá az előfizetést, vége van. És kapcsoljátok ki magatokat. És amikor letették a telefont, azt mondták, hogy basszus, de elmelt az idő. Á, mindegy, ma se fogunk már sütni semmi frisset. Adjátok ki a csütörtök. Na, hogy állunk játékkal? 1-0. 1-0-ra megy a hallgató, igen. Tegnap kikaptam, ügyesen játszott a hallgató. Úgyhogy
Úgyhogy akkor lehet jelentkezni játékra. Jó? Drága hallgatók, nyugodtan írjatok nekünk SMS-t, és jelentkezzetek játékra. Jelentkezzetek játékra. Mi pedig jövünk Ákos híre után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. M0-ás Pest felé, Cinkota előtt rendőrök leselkednek, szép napot. Köszönjük, hogy elküldted nekünk Szendehelyen, a temetőnél, a kanyarban. Szintén mérnek a zsaruk, úgyhogy vigyázzon. Vigyázzon mindenki. Azt mondja, hogy azt nézem, van-e még friss. M3-oson a 190-esnél Pest felé egy kamion a belső sávban balesetet szenvedett. Köd van, csak óvatosan. Zoli küldte nekünk. Na, azt mondja, hogy sok hozzászólás még Jani bosszankodásához, és nagyon sokan adtuk igazat Janinak egyébként. Jani, jó, ha tudod azt is, hogy néha maradékból készül a somlói, meg a kókuszgólyó, amikor nincs maradék, akkor van rendes somlói, ezt valaki elküldte a cukiból, nem, nyilván nem abból. Veled vagyok, Jani, ha nem szól, sose javul a minőség. Balázsnak meg az élet kemény. Pontosabban a nem az nem. Élet kemény, gyerekek, ne felejtsétek el, hogy nem az élet kemény. Nem, sajnos a somlóival van baj. Sajnos ezek a recycling süteményekkel is abszolút tiszta vagyok, hogy születnek meg, hogy miből készülnek. A nejem annak idején cukrász volt, egy cukrásznak tanult, ez a szakmája, és cukrász termelőben egy menzán dolgozott, úgyhogy sajnos ezt is tudom, úgyhogy felismerem. Felismerem. Járt utat a járatlanért nem szabad elhagyni. Egyébként egy tök igazán a hallgatónak, azért értem a bosszankodásodat, mert megértem, de ha már négyszer ettél ott rosszat, hogy mi csak akkor zárjuk is a dolgot, hogy mi a felének mész vissza ötödször. Tehát én valójában rosszat hiszem, én oda nem megyek többet. De már fél éve már ezt már lejátszottuk. Elbejöttél és kibosszankodtad magad, elmondtad. És most kiderült, ez ugyanaz a cukrász. Nem biztos, hogy nem fél éve volt, mert egy éve. Vagy akkor egy éve. És aztán megint elmész. És fél év múlva megint elmész. Nem menj oda, ha szart eszel. Te most tényleg így van. Mi a fenének mész oda ötször? Olyan, mint a Nyuszika folyóparton. Uh-huh. Nem, így van. De most komolyan mondjátok, én adom esélyt. Felhúzod magad, bosszankodsz egy napot, majd elmész 3 hónapon, megint és megint kiborulsz, hogy rosszat tettél. Ha rosszat eszel, ne menj oda többet. Hagyd a fenébe, annyi cukrázzal. Miért mész haza a pofonért? Miért mész házhoz? Figyelj, Jean-Claude Van Damme-nak is volt néhány rossz filmje, utána mindig újabb és újabb esélyeket kell, hogy neki adjak, mert voltak nagyon-nagyon jó pillanatok is. Jaj, értem. Érted, azért mégiscsak ott volt a véres sport. Az mekkora film volt, úristen. Na játszunk, itt van egy hallgatónk, és már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Jó reggel! Sziasztok! Hello! Áron! Sziasztok! Honnan hívtál minket, Áron? Barcikáról jelentkezem. Barcika? Igen, igyekszem suliba. Hát Kazinc Barcika, gondolom én, ugye? Igen. Suliba mit tanulsz? Esztergályosnak tanulok. Szakmaz! Az egy nagyon szép szakma. Kivel szeretnél játszani? Ferivel. Pihenjél, Balázs. De én nagyon szívesen pihenek. János reggeli, meg ugye még nem lát a pipától, úgyhogy... Így van, sörösek, amíg a szív ritmusom nem állt vissza. Ludlábakért most ne bántsátok. Ludlábakkal álmodott és piskolt a tekercsik üldözték, úgyhogy neki még kell egy kicsi idő, hogy regenerálódjon, úgyhogy Feri maradt egyedül. Jó, indítjuk az órát, jó? Esetek egymásnak. Áron, sok szerencsét, legyél ügyes. Na, Jani? 3, 2, 1, fire! Tudtad, hogy én is tanultam fém megmunkálást? Persze, hát majdnem minden nap hallgatlak titeket. Esztergáltam is. Még azok a nagy szovjet esztergák vannak? Hát többnyire, de már azért fejlődik a technika. Te CNC-s leszel? Szeretnék. Szeretnél. Akarsz kérdezni is, úgy hallom? Hát hogy indult reggeled, Ferenc? Nagyon jó, beültem a kocsiba, bejöttem és indult? Most itt vagyok. Mindig indul, képzeld el. A jogsid? Most tanulok. Uh-huh. És megy? Hát azért elég bonyolult. De még csak a Kressznél járok. De átmentél? Még képzés folyamatban van. A vizsgával mi a helyzet? A vizsgával? Hát, még az idő. Várni kell rá. Uh-huh. És pontosan. Autód van? Autód már megvan? Dehogy van autó, hát az drága nagyság. Előbb a vizsga. Pontosan. Uh-huh, és aztán az autó. Ja, itt a vége, fuss el! Szerettem, ez egy jó játék volt. Adtuk, jó vettük, volt. Húztuk, Áron, király vagy. Mind a ketten nagyon ügyesek voltatok. Áron, te is, Feri, te abszolút. Jól nyomtátok, jó csata volt.
Úgyhogy megvan az ajándékcsomagod, Áron. Na végre, azt mondtad, régóta szeretted volna? Már ki ne szeretne bögrét. Nagyon jó, küldjük bögre. A szép bögre, és van benne meg egy csomó minden más. Ja, és a jövő héten még autót is lehet nálunk nyerni. Bizonyám. A friss jogsíthoz. Küldjük neked, jó? Gyere, próbáld, mondunk majd minden részletet. Köszi, ciao. Hello. Hello, ciao, hello, hello. 6 perc van pontosan, 7 óra, ha van friss közlekedésed, helyetek küldjétek. Gyorsan még mondom, jött egy kettes úton Szendehelyen, autóból mérnek éberék a temetőnél. Pácon pedig hatalmas köd van, mindenki vigyázzon. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 2 óra múlt 9 perccel egy jó kis Bon Jovi után. Itt vagyunk már is, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Belevágunk. Hűvös van, süt a nap Budapesten. Na. És a nézem, a jövő hetet egyre többször már az ikonok is megjelennek. Ugye már kedd van ilyenkor, már talán a hétfőt vagy a keddet látom. A kis iPhone-kámon már. Ne a fenéket, nem. Jövő csütörtökig látom már. Öregszem már én is. Örülünk, Vincent. Vincent, abszolút örülünk, mert hogy egész jövő hétre csütörtökig ez az idő lesz, mint most. Tehát ez a kicsit hűvös reggel, utána szikrázó napsütés, jó idő, és egészen meleg, amilyen 13-15 fokot jelent. Ugye hát reggel nem biztos, hogy annyi lesz, az egy óra, kettő órára éri el nyilván ezt a hőmérsékletet. De ami megnyugtató, maradj len. Ami megnyugtató, hogy... Szorítunk, mi is banána. Jön vissza a Paleo Szilvás, nem tudom, mit a szemében. Igen, csak Gyula érdekében, hogy belekerüljön ez az a pultba. Légy maradj len. Hogy hát jó időnk lesz jövő héten. Hűvös lesz, nem hűvös, hideg lesz, inkább ezt mondom, a hűvös azért az... Évszaknak megfelelő, így évszaknak megfelelő, de lehetne szakadó eső, lehetne már ónos eső, brutális. És az a hétvégi meteorit is belénk rombolhatott volna. Földindulás, mi van a te telefonodon? Mit jelez? Add ide a tiédet is. Dobd ki a francba. Mi ez? Samsung, eldobni. Elvenjük e-mailt. Ja nem, iPhone, akkor maradhat. Zsüle is azt jelzi, jó, 9,5 kilométeres szél, 10 kocka Mátétől SMS együtt, 13 fok, és nulla, azaz 0 milliméter csapadék. Úgyhogy jövő héten nyakunkba veszük az országot. Tökéletes. Indul a nagy őszi rócsom. Őszi rócsónk, tényleg azt mondjuk, hogy kicsit le akarunk számolni a Mikulással, a Jézuskával, beelőzni őket, hogy mire odaértek a falá, és mire suvickoljátok a kis cipőiteket, és azon gondolkoztok, hogy mit rakjatok bele. Lehet, hogy valakinek mi már beleraktunk egy vadonatúj, 0 kilométeres, minden extrával felszerelt, gyönyörű szép Suzuki Vitarát. Egy csúcsmodellt. Nagyon jól hangzik. Egy csúcsmodell, gyerekek. Hát előre hozzuk egy picit a karit. Így van. Egy kicsit a karácsonyt előre hozzuk. Jövő héten pénteken leszünk majd a West End előtt, a nyugati téri bejárat előtt, egészen pontosan a megszokott helyünkön, mert sokszor voltunk már. Sorsolunk autót. Autót általában ott sorsolunk egyébként. Egyrészt bebizonyítjuk, hogy a november 13 nem szerencsétlen nap, legalábbis egy embernek nem, a többieknek lehet, hogy kicsit az lesz. Ha már ott vagy, majd kulcssal a kezedben, de nem a te kulcsod nyitja az autót. Viszont valaki jövő héten ilyenkor már majdnem boldog autó tulajdonos. Ilyen lehet. Ajándékot Lőcsi. Senki sem kap az országban. Nem, tényleg nem. Mint ez a jövő nagy héten dolog. Valaki tőlünk. Ez nagyon ki nagy az dolog. A télapó? Ki ez a Jézus? Ki ez a kedves Feri? Hó! Nézd, az utóbbi van! Na jó, hát lehet. Őt szerintem vett ki a kalapból. Az ki csak biztos két személy. Na, úgyhogy mi várjuk, szeretünk menni, úgyhogy reméljük, hogy sokan ott lesztek. Debrecenben kezdünk a Csapó utca és a Rákóczi utca sarkán. Ez a Fórum bevásárló központnál. Hát ez a debrecenieknek nem kell mondani, megtalálnak. Megvoltunk is mi ott többször. Tehát, hogy az volt sok az első két helyszínünk talán. Így van. És akkor jövő héten ilyenkor pedig Pécset leszünk. Az is gyakorlatilag a megszokott hely. A 41-es úton Kecskemétnél baleset történt, végignéztem, szerencsére megúsztam. T-Boy küldte nekünk. Az M7-esen kemény 55 km/h haladunk Balatonföldvár irányából, Zalakomár irányában. Külföldi lakókocsi karavánokat üldözünk. Hol van a hatóság? Kérdezi Misi. De, mögöttetek, titeket üldözünk. Igen, vigyázzatok. Azt mondja, hogy... nem vagyok Bon Jovi fan, csak mondom, Krisztinek. Uh-huh.
Cegléd, 4-es út lezárva, nagy baleset, és emiatt van útzár, gyufa küldte nekünk. M1-M7-es bevezető szakasz a Budapest felé a 7-es kilométertől Kalippó, ez Töki küldte nekünk, valamint a 4-es út ceglédi szakaszán így van, tömegbaleset van, és beállt az egész, úgyhogy mindenki kerüljön. Egészen pontosan a Molkútnál, az új Molkútnál van a baleset, és emiatt áll a forgalom. Vigyázzatok! M6-os Pécs irányában a Cselepatak hídnál karbantartás miatt egy sávra szűkül a pálya, ködben a betonterelőket érdemes elkerülni. Széna a WC papír árus írta nekünk. Bizonyám. Hát ez van. Cselepatak. Cselepatak. Ugye? Hát az igen. Az a bizonyos cselepatak. Az. Ha úgy történt, ahogy mondják. Ha, így ugye? Van. Hát, ha úgy történt, ahogy mondják. Mert hogy viszonylag hosszú idő múlva mentek vissza, találtak egy nagyon jó épségben lévő, nagyon jó állapotban lévő holttestet, aminek már azért el kellett volna többé-kevésbé molomlani. Hát ott ezerféle összeesküvés elmélet van, hogy az nem is a fiatal második Lajos volt, akit megtalálták. De ezt most hagyjuk. Ez nem egy ilyen jellegű műsor. Egyébként szerintem száműzni kellene a magyar köztudatban ezeket az utcanév elnevezéseket, köztér elnevezéseket, stb., amikről csak rossz jut az eszünkbe. Igen. De most nevezd át a Cselepatakot, vagy mi? Érted. De van még valami, igen, hívjuk át a Cselepatakot máshogy? Igen. Igen? A Múhi teret is, és a Mohács közt is. Hát, ezek a magyar történelem, igen. Nagy pek sorozatai. Bár olyan nagyon sok jó dolog azért nem történt. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy... Hát, igen. Azért nagyon kéne kapaszkodnunk, hogy az elmúlt 1000 évből... Ugye nagyon jót mondják. Találjuk jó valami, helyre álltunk. Jó helyre álltunk, jó helyen voltunk, és mondjuk ne Nándorfehérvár legyen, mert ha nincs mibe kapaszkodni, csak mondjuk 1456. Kiegyezés körút. Kiegyezés körút, 1867, hát az igen, nem. A boldog békeidők az egy jó korszaka, ugye, még Magyarország magnak, vagy hát akkor még az osztrák-magyar monarchiának, a kiegyezés utáni időszak egyébként az egy jó időszak volt. 1800-as évek vége, 900-as évek eleje. Uh-huh. Hát a 20. század az ugye úgy, ahogy van. Hát az lent a levesbe. Csak sorscsapások. Jó. De Mátyás környékén voltunk, ilyen 1400-as, 1500-as évek, 1450-70, ott voltunk igazán jók. És aztán utána már kész. Jött a Dobzse-Dobzse, ugye, az Ulászló, aztán van. Mohács, utána mi volt? 1526 Mohács, utána a törökök jöttek, 1541 három része szakadt az ország. Onnan már csak ott sok örömben nem volt részünk. 1680 Duda visszafoglalása, őt Mária Terézia. Jó, de legyél már töri tanár, gyerekek. Ott már, ó, csak a cumi, érted? Hanyadikos, hogy hatodik. Jó, van, na figyelj. Mondom, gyerekek, mondom. Magyar töriben jó vagyok. Mert manapság a történet tanulás egy általános iskolás gyerek számára nagyjából egymás nem jelent, csak az évszámoknak a bemagolása. Tehát, hogy csak a tartalom az mögött egy nagyon pici elsikad. De azért lehetnének, mit tudom én, Ruszkik haza körút. Vagy valami ilyesmi, tehát, hogy aminek örültünk, ami jó volt. Kevés jó volt, főleg az elmúlt 500 évből. Na, erről a farkasos történetről beszéljünk még egy mondatot, mert bonyolódik az ügy, és én is elolvastam, ugye tegnap beszéltünk róla, és mi próbáltuk az igazgatót megszólaltatni, aki azt mondta, hogy nem szólal meg, kiadnak egy közleményt. Ma már odáig fajult a dolog, hogy feljelentették a farkas ölő igazgatót, és állatvédők egyébként egyöntetően támadják a pécsi állatkert igazgatóját, hogy amiért megszökött egy farkas, és amiért le kellett lőni. Na most, a dolog érdekes, mert közben erről az igazgatóról azért elég érdekes dolgok derülnek ki, hogy szeret mindenféle halott állattal pózolni, meg milyen állatbőrök vannak az ő lakásában. Jó, mondjuk ez a vadászszokás. Tehát ez egy vadászszokás, igen. Ez egy vadászszokás. Na de mégis azért én, van egy-két dolog, amit nem értek ebben az ügyben, de majd ti ezt jobban követitek. Hogy miért nem szóltak a Szilágyinak például? Hogy miért nem szóltak a Szilágyinak? Hogy miért nem szóltak a Bodzolinak, hogy fogja be? Aki egyébként hogy miért nem szól a Bodzoli a Szilágyinak? Hogy van az, hogy például elmennek kilőni ezt a farkast, és mindenkinél altató lövedék van, egy valakinél nincs altató lövedék, a Dirinél, gyerekek. A Dirinél csak éles lövedék kiállítja. Van. Ezt mondta a Diri. Ez nála így van, így van. Nála azt mondta, nem hogy volt, nála nem volt, de hogy a többieknél volt. Azt mindenki kiállítja. Fel volt szerelkezve állítólag. Tehát ő volt az egyetlen, akinél nem volt. Ezt ő is elmondta, hogy nála nem volt, a többiek mentek, igen, altató lövedékkel. Ugyanakkor, hogy legyek a másik oldal. Igen, legyen, az úgy, jó. Tehát, hogy ő azt is mondta, hogy a távolság miatt, amikor meglátták ugye a farkast, igen, az altató lövedék nem jöhetett szóba, mert hogy arra a távolságra pontosan lőni az altató lövedéken nem lehet. Ha olyan baromi távol volt a farkas, hogy hallotta, hogy morog?
Hangosan. Morgott, álltak, munkagépek dolgoztak mellette, a farkas nagyon messze volt, nem volt altató lövedék, de azért a farkas mordult egyet, ő azért azt meghallotta, aztán hirtelen gyorsan éles lövedéken leszedte ezt a farkas. De előtte még kilőtt egy rábos tejgert. És erre hivatkozik, hogy ezért volt veszélyes a farkas, mert morgott, ezért kellett lőni. Azt mondja, hogy agresszíven lépett fel a farkas. Aha. Egy morgás, egy vicsorítás és a golyó. Aha. Ő most ezt a farkas szörnybört ezt hazaviheti? Nem. Hát én nem tudom, mi lesz a kilőtt farkassal. Vadász lőtt egy farkast. Hát igen, csak nem vadászás közben. Meg egyébként is vétett állatról van szó, valószínűleg, tehát hogy ha kárt okoz, akkor lehet erre egy vadász kellene megkérdezni. Én tudod, nem annyira. Igen, nem tehát kilövés helyett, el akarta altatni. Az altatáshoz viszont messze volt, viszont nem volt nála altató lövedék. Viszont nagyon messze volt, de hallgatta a morgást. Tehát nagyon sok ellentmondás van ebben a dologban. Én sajnálom ezt a szegény állatot. Tehát emberi hibából megszökik, majd le is puffantják. Hát hány vadfarkas fogtak már? Mert nagyon sokszor történt az, hogy megfogták az állatot. Hát igen, ez állítólag nem régiben érkezett ez a farkas az állatkertbe, tehát hogy nem, itt nem tudjuk nagyon az előéletét az állatnak. Az viszont tény, hogy 20 évvel ezelőtt volt már egy ilyen tragikus eset, amikor egy megszökött farkas egy nagymamát, illetve az unokáit. Volt ilyen. De igen, ez megtörtént. Megölte, nyilván ezt is el akarták kerülni, nehogy ilyen legyen, azért lakóterület közelében voltak, a pécsi állatkertből kiszabadult. Na de hogy a fenében nincs, én elindulok megfogni az én állatomat. Hát hogy nincs nálam altató lövedék? Hát én nem viszek magammal altató lövedéket, hát nem akarom azt a nyomorult állatot lenni. Én azért vagyok állatkerti igazgató, hogy védjem az állatokat, hogy megszerettessem az állatokat, és én elmegyek úgy farkas lőni, hogy egyébként csak éles lövedéket viszek. Hát ez ember nem volt, hanem akarta megmenteni ezt a farkast, hát akkor elfelejtette betenni az altató lövedéket. Hát fölkapod a puskád meg a táskát, mikor mész így farkasra. Hát azért ez nem egy velociraptor, vagy egy tyrannosaurus, ami elszabadul, és úgy kell menekülni, és kiívni az amerikai hadsereget, hogy lője le. Hát ezt valahol látták ott a tubes mellett, persze, előfordul, hogy megtalálják, fogod szépen az altatólövedéket, betárazol, és elindulsz vele. Na de pont a diri nem visz magába, mindenkinél volt, csak nála nem. Csak éles. Hát mert arra számítod, hogy mennek vele többen, hivatásos odászok, hogy nyilván náluk lesz. De akkor... Nem. Basszus, én is csak én. De a többieknél volt. Akkor miért a diri lőtt például, ha a többieknél volt? Mert a sörétes volt. Ügyesebben cserkelt. Na, tehát akkor miért nem cserkeltek vele? Miért nem húzta maga után? Több helyről mentek, így van. Na most egyébként a Bozzoli ellen is lázadás van, hogy miért nem ment ki, és miért nem fogta be a farkast. Tehát őt is, meg most az állatvédők mindenkit, meg a hallgatók, az olvasók, mindenki meg akarja lincselni. Az Olit is, hogy miért nem ment, és miért nem fogta be a farkast. Aha, most szerencsétlenül kiesett a tegnapi rántott mell a kezéből. Én most miért? Tényleg most engem cseszegedek. Hát, ez az, hogy ez odáig ment. Pesten, hát, érted? Ez a dolog, ez odáig ment, hogy most már a Bozzolit is hibáztatják, az ő Facebook oldalán osztják, hogy miért nem ment, és miért nem fogta meg azt a farkast. Éppen valami mutáns teknőst üldözött, ahogy hívjáknak, a Rákospataknak a partján. Lehet, hogy igen, egy valami brutális izén. Őt ezer helyre hívják, nyilván nem tud szétszakadni, ahol lehet, ő kimegy. Ha persze, na megkérdezzük mindjárt, itt van velünk Bozzoli. Hello Zoli, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello, te már fent? Hát, most eltettetek azért. Igen, lehet érezni a hangodon, hogy nem régi az ébredés. Igen. Aludgatunk szépen, miközben farkasok garázdálkodnak. Hát, nem is mit szóltok? Tettes társ! Na most akkor mi történt? Tényleg téged is osztanak? Mi nem akarunk igazságot szolgáltatni, csak érdekes ez a dolog, és most már itt a bulvár, az állatvédők, mindenki egymásnak feszül, és ki a farkas oldalán, ki a diri oldalán, ki hősnek mondja a dirit, ki szegény farkast akarja, nem tudom, föléleszteni. Hát ő semmiféleképpen nem, aki legyilkul egy állatot, az nem hős, én úgy gondolom. Tehát de hát emberre veszélyes lehet, nem? Kicsoda? Mi? A farkas? Hát nem arról szóltak legelőször a hírek, úgy kezdődött az egészen, hogy ez egy kézbarát, készhez szokott, vagy emberhez szokott farkas, utána pár órán belül megváltozott ez az egész dolog. Egy farkas egyedül nem veszélyes. Tehát azok falkába vadásznak. Hát egy farkas egyedül nem lett volna semmiféle veszély ott az erdőben. Arról szóltak a hírek először, hogy ez egy készhez szokott farkas. Legelőször hozzám úgy jutottak el a hírek, hogy ez egy készhez szokott farkas. Egy pár órán belül megváltozott, és akkor már elkezdték a pécsi erdőbe ilyen tetlikkel, kézzelított tetlikkel kiragazgatni, hogy mindenki adja el az erdőt, mert veszély van.
a farkas miatt. Tehát nem volt az, hogy készhez szokott, bocsánat, nem akarom meghekkelni itt a sztoridat, annyi volt, hogy emberi közelséghez szokott, mert igen, hogy ugye, igazadva, tehát nem volt azért ez egy, ez, az azt jelenti, hogy ahhoz hozzászokott, hogy te viszed, egy ember viszi neki a kaját, egy rácson keresztül. Igazad van, igen, így volt, tehát, de hát ez egyértelmű lett, tehát mit tudott volna csinálni, tehát hogy falkába vadásznak azért, és nem valószínűleg, hogy abban a riadalomban, amiben ő most bent volt egy idegen környezetben, hogy emberre vadászott volna, tehát ugye azt azért mindenki tudja, hogy tehát nem emberre táplálkozik a farkas. Most hát hogy van, hogy ugye én közben olvasom, mit írtak róla, azt mondja, hogy állatkerti farkasról van szó, kvázi emberhez van szokva. De nem szelidített farkas nyilván. Igen, tehát kvázi, nem tehát hogy mondjuk a rácsnak ő a nem belső oldalán, az emberek meg a külső oldalán. Meg mondjuk az gondozó, hogy valakikkel naponta találkozik és ételt visznek neki, azzal valószínűleg kiegyensúlyozott a viszonya. Igen. De Balázs, élnek Magyarországon is farkasok. Hát hogyne? Tehát itt a szürke farkasról van szó, tehát élnek Magyarországon is farkasok, tehát ez nem is értem, hogy miért voltak meglepődve, hogy erdőben van egy farkas. Magyarországon nem egy farkas van az erdőben még. Na most ilyenkor hogy van, hogy az altató lövedék nem megy el odáig? Hát hogy nem ment volna el odáig? Tehát most az hogy 50 méterre látta, közelebb kellett volna mennie. Tehát, hogy 50 méterre látta, hogy vicsorít rá farkas, és azért lőtte le, nem egyszer, kétszer, azért adott kéles lövedéket kétszer, nem egyszer, kétszer. Kétszer lőtt, kétszer lőtt, igen. Olvasni? Igen? Igen, kétszer lőtt. De hát ők nem volt nála altató lövedék. De csak nála nem volt, mindenki másnál volt, csak nála nem volt. Pontosan annál az embernek, aki trófeákat gyűjti, meg a lenyúzott állatbőröket, csak nála nem volt. Hát szerintem az, hogy ő most vadász, ebbe belekeverni, mert... Nem a vadászokat bántom, bocsáss. Igen, csak mert ezt a farkas bőrt nem viheti haza, érted? Tehát, hogy itt nem mondhatjuk azt, hogy a Diri azért ment, hogy neki legyen az előszobában egy szürke farkas. Jó, de ő oda az erdőbe, Feri. Ő oda az erdőbe, nem gombát szedni, mert nem egy kézik kirándulásra a családba. Ah. Ő a farkasért ment oda. És miért vesz fel a kohaltató lövedéket? Ez valóban fura. Ez egy teljesen jogos kérdés, ugyanakkor ezért meg tényleg el kell mondani, és azért próbálunk meg minden érvet, meg ellenérvet felhozni, hogy ez kiegyensúlyozott legyen ez a beszélgetés ebben a tekintetben is, hogy a kérdés az, hogy ő most ott abban a helyzetben két dolog közül tudott választani. Vagy közelebb mennek, és adott esetben ez a farkas elszalad, és utána pedig üldözhetik, és talán nem találják meg, és simán kerülhet egyébként olyan helyzetbe azért mondjuk ez az állat, hogyha mondjuk sarokba szorítják, vagy váratlanul úgy érzi, hogy neki védekeznie kell, hogy megharaphat valakit. És ott azon kellett gondolkodni ennek az igazgatónak, hogy most mi van. De Jani, azt hallottátok, hogy délután 2 óra azt jelentették, hogy abba hagyják a keresést. Tehát először bejelentették, mielőtt kilőtték a farkas pár óra, vagy abba hagyják a keresést. Megpróbálták összezavarni a farkast. Igen. Hallgat rádiót, és akkor visszamereszkedik, és ez volt a csel, nem? Hát... Most nyilván hűlök, persze. Tehát nem értem magát, azt nem értem, hogyha farkasért ment oda az erdőbe a saját farkasát befogni, ugye, ami megszökött a saját állatkertjéből, akkor miért nem volt nála altató lövedék? Tehát ez az egy, ami nem világít számomra. Ez egyébként tényleg fura. Hogy kell befogni egy ilyen farkast? Tehát hogy fogsz be? Meglátod, oda csalod, kiraksz neki valamit, este visszajön, üldöző. Én sehogy nem fogom be, mert ugye én kinyílok a forog, a szilágy az befogja. Csak mi a menete, arra vagyok kíváncsi, hogy érdekel puszál. Altató. Csak altató, úgy lehet a legbiztonságosabban, lealtatjuk a farkas, és visszavinni ugye, ahonnan megszökött. Tehát konkrétan az állatkertből. Uh-huh. Igen. Tehát csak altatóval. Tehát, hogyha én megyek farkas vadászni, vagy farkast megfogni, akkor altató is van nála, nem csak éles lövedék. De ugye az annyira kilóg itt a lóláp, hogy miért voltál csak éles lövedék. Kell vajon az állatkertben legyen? Most a farkas szökött, és olyan, akkor ti biztos. Figyeljetek, én megmondom őszintén, hogy nagyon picit azért érzem most ezt a sztorit olyan tekintetben, egy picit álságosnak, mert ha tényleg történt volna valami baj, és nagy Isten, bekövetkezett volna egy probléma, akkor most mindenki azt mondaná, hogy azt a rohadt farkas miért nem lőtték agyon. Hogy miért hagyták, hogy elmenjen? Soha nem a farkas tehet volna, mindenféleképp emberi mulasztás. Ez egy dolog, ezt tudjuk, ez egy civilizációs ártalom, amiről beszél Zoli, és ez abszolút így is van. Tudjuk is. Igen. Na, mindegy, hát de nem. Ha valami baj lett volna, akkor most azt mondanák, hogy azt a rohadt dögöt miért nem lőtték le? Jó, hála Isten, nem történt baj, de ezt mondom, igazándi volt, tehát ez a farkas, ez nem támadott volna. Tehát ez annyira meg volt rémülve, hogy én megmondom őszintén, titkon abban reménykedtem, pont ezt beszéltük a Szilágyival is, aznap, mikor megszökött, hogyha van egy kis esze a farkasnak, akkor kimegy az országból.
Hát tudja, hogy Schengeni határon és átmegy, vagy hogy hát értem? Nem, de hát, hát ugye, hogy be is jönnek farkasok Szlovákia felül, Románia felül. Fölmegy Szlovákiába. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Tehát azért nagyon nagy távolságokat tud megtenni egy farkas. Hát mondjuk a Pécs könyv, tehát a meccsekből fölmegy Szlovákiába. Hát a hatoson. Ha van vesz... Kevés Szilágyi elment volna ért a kocsival. Vagy a Szilágyi elment volna ért a kocsival. Na jó, a mi újság egyébként, minden rendben? Minden rendben. Semmi vadállat, semmi? Semmi esmény. Jó, mondjuk az alligátor tengrősökről már nem is beszélsz, annyit összefogtál. Hát tél van. Hát mert most már tél van, tudod. Balázs, ilyenkor ami megszökik, az el is pusztul, megfáznak a hüllők. Vagy hát az európai állatok, amit össze szoktak keverni, ugye a vízisiklót a királykobrával, azok meg már téli álmot alszanak, úgyhogy... Ez rám vonatkozott, amikor én felhívtalak, hogy... Óriás kígyó van a kertben, óriás kígyó, egy kerti parti volt megeszi a gyerekeket, elvitt három csecsemőt, elvitte az öreg nyugdíjas délit a szomszédból. Aha, az egy vízisikló. Igen, hát az volt. Igen. De úgy most iskolákba járok, gyerekeknek tartok előadásokat, hiszem az állatokat ugye természetvédelmi célból, hogy azért ne keverjék össze tényleg a vízisiklót egy őshonos viperával, vagy hát ugye tiszteljék az állatokat, tehát nekem ez a célom pontosan, hogy tiszteljék az állatokat, és hát ne dobjanak rá egy féltéglát, ha megérnek mondjuk egy siklótól. Nem biztos, hogy jót tesz, nem biztos, hogy jót tesz neki. Igen. Jól van, na vigyázz magadra, köszi, hogy beszéltünk. Köszönjük szépen, srácok, ciao. Szia, Zolina, köszönjük szépen, hello, ciao. Na közben itt olvasom, hogy volt nála, meg mégiscsak altató lövedék, de nem használta. Én már nem tudom, mi az igaz ezzel a hírrel. Volt, de nagyon messze volt. Amik van. Arról beszélünk, amit olvasunk egyébként az interneten, amit olvasunk az újságokban. Hogy nem. Na beszéltél a Dirivel? Igen, most tettem le. Mondta, hogy ő azért nem szeretne beszélni, mert Pécs városába kiment erről egy hivatalos nyilatkozat, ez megjelent a sajtóba, és mondta, hogy nem igazán érzi, hogy bármit ezentúl nagyon hozzá tudna tenni. De mondta neki, nem akarjuk bántani, csak szeretik volna megkérdezni, mondja el nekünk, hogy mi történt. Tehát az ember egyrészt kíváncsi, hogy zajlik egy ilyen kettő, hogy ez egy érdekes dolog, hogy most a fél ország szét akarja szedni, az állatvédők már tüntetnek a pécsi állatkert előtt, van, aki azt mondja, hogy egy hős le kellett lőni azt a rohadt állatot. Tehát jó lett volna, elmondja nekünk mindenféle előítélet nélkül. Mondtam neki, hogy itt van egy remek jó alkalom, egy országos rádióban, egy felület, és mondta, hogy az a helyzet, hogy nem tud semmi mást hozzátenni, csak ami kint van nyilatkozatban, hivatalos nyilatkozatban. Tehát ezt tudja elmondani ennyi. Nem kérdezted az altató lövedéket? Hát elég rossz állapotban van a hangját hallva. Igen? Igen. Nem nagyon volt nyitott arra, hogy különösebben ilyen dolgokba már belemenjek a beszélgetésbe, nem. De nem volt elutasító, egyébként aranyos volt, kedves volt, de azt érzem, hogy egy elég rossz állapotban lévő ember ebben a pillanatban idegileg. Jó, hát elfogadjuk, ha nem akar, úgy lett volna tisztességes, hogy meghallgatjuk természetesen, az a legjobb. Néhányan kérdezik a hallgatóink közül, hogy miért nem szólaltatjuk meg, dolgozunk ezért. Nyilván mindig a háttérben azon, hogy az illetékes embert felhívjuk, és ne csak mi mondjuk azt, amit gondolunk egy ügyről, hát ha nem akar beszélni, akkor azt elfogadjuk. Azt írja egy hallgató, hogy úha, morgás, vicsorítás, kilövés, elbolyonghatna az anyóson felé ez a kis csapat a Dirivel. nem ragaszkodom az altató lövedékhez. Írja nekünk egy hallgató. Igen. Na jó van, köszönjük szépen. 7:30 volt, pontosan egy perccel Óbán bácsival játszunk. Ha szeretnétek kitalálni, hogy mit dúdolnak ők, akkor jelentkezzetek ki játékra SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos híre után. 7 óra múlt pontosan 40 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és a 4-es főúton zajlanak az események. Cegléd-Berczel és Cegléd között egy kamion felborult, teljes útzár. Aki teheti, a 40-es főúton tud kerülni Albert Hirsánál, mert érdemes felmenni. Igen, Albert Hirsánál már érdemes felmenni, és Ceglédnél vissza így lehet kikerülni a 4-es főúton a balesetet. Aztán azt nézem még, hogy az 51-es főúton az M0-ás előtt a bevásárlóközpontnál rendszám felismerővel ellenőrzik a műszaki jogsi érvényességét, majd 500 méter után megállítanak, és most büntettek meg. Jaj, kaptuk SMS-ben. Hát az nem jó. Ez az új trafi már azt is nézi, övet. Ez minden. Pálya elhagyás. Minden tud. Forgalmi érvényességet, urológiai leletet, gyerekek, ja, mindent. Ja, várja, az csak az első két ülésre egyelőre. Így van, de hogy már azt is tudja, úgyhogy végünk lesz. Ha pici kis szabálytalanság van, azonnal a körmünkre néznek. Na nézem még, hogy mi a helyzet az utakon, mit küldtek hallgatóink. M1-es, M7-es bevezető szakasza Budapest felé a 7-es kilométer kőtől már megállt, Töki üzente.
Igen, a 4-esen egy nagyon nagy tömegbaleset van, úgyhogy tényleg mindenki kerüljön, mert mindent lezártak arra felé. M6-os Pécs irányában a Cselepatak hídnál karbantartás miatt egy sávra szűkül a pálya, és Miskolcon nem működik a lámpa, a Szentpéteri kapunál nagy a torlódás. Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi megyünk tovább, és egy komolyabb témával. Úgy látszik, ez ma ilyen reggel, de egyáltalán nem baj, mert nyilván mindenki hallotta, hogy mi történt péntek éjszaka egy bukaresti szórakozó helyen. És hát amikor az ember ilyet olvas, akkor azt gondolja, hogy te jó Isten, hogy a fenébe történhet ez meg még mindig. Hogy lehet ilyen hibákat elkövetni. Az emberek eszébe jut, hogy mi van, ha majd 10 év múlva, 5 év múlva ott lesz a gyereke egy hasonló szórakozóhelyen, ha te vagy ott egy szórakozóhelyen, ha valamilyen ismerősöd van egy szórakozóhelyen. Ugye, hát ott tulajdonképpen egy koncert volt, és állítólagosan a koncertezők zenekarhoz tartozó pirotechnikai eszközök kaptak lángra, és hát nagyon nagy baleset. Igen. Nagyon nagy baleset lett a dologból, nagyon sokan szegények. Nem jutottak ki a diszkóból, pánik volt, és az emberek állítólag egymást taposva próbáltak kijutni a szórakozó helyről. Reagáltak úgy, ahogy egyébként mindenki reagál egy ilyen helyzetre, amikor egyszer csak látod, hogy tűz van, menekülnöd kell, és az életedet próbálod menteni. Szerintem nincs olyan ember, aki ne gondolkozna el azon, hogy mit csinálna ilyen helyzetben. Nem? Tehát elolvasod ezt a hírt, és nem látsz igazából jó megoldást, de az ember borzongva olvassa az ilyen típusú híreket, hogy úristen, mi lett volna ott, vagy mit tudnál tenni, lenne esélyed kijutni, hogy próbálnád meg, egyáltalán mikor veszed észre, hogy baj van, honnan tudod, hogy baj van, mikor kell menekülni, hát, mi a jó reakció, nem? És nagyon sokan azt hitték, hogy a műsor része még maga a tűz is, képzeld el, ugye a pirotechnika gyújtotta be ott a függönyt, és sokan azt gondolták, hogy ez még benne van a buliban, gyerekek, oda néz, milyen jó. És aztán egyszer csak ez beugrik, hogy itt már tényleg baj van, hogy akkor mit csinálsz? Te magad rohansz ki, vagy megpróbálsz menteni másokat? Vagy ha a rohanás elkerülhető, vajon kiút-e az a sok szegény ember, aki egyébként ott ugye meghalt, és ha nincs pánik, de hát ez egy tömegpszichózis, tehát azt nem tudod megakadályozni. Ha ott szépen mindenki kisétál idézőjelesen, akkor lehet, hogy nem történik baj, de közben ezt irányítani nem tudod. Úgyhogy sok-sok kérdés merül föl szerintem ilyenkor az emberben. Az a baj, hogy most is csak a standard választ tudjuk adni erre, hogy mivel ebben az esetben is ugye emberi mulasztás történt, hogyha betartották volna a tűzrendészeti előírásokat, és megtörtént volna minden, amit egyébként nekik jogszerűen meg kellett volna teremteniük ahhoz, hogy egy ekkora bulit rendezhessenek ott, akkor lehet, hogy nem történt volna a baj, mert hogyha mondjuk 6 kiárat lett volna, és mondjuk nem csak egy kiárat lett volna, akkor lehet, hogy akkor az a kérdés a válaszodra, hogy akkor megnézted volna a falon szépen, hogy hol vannak azok az egyébként külön kivilágított, külön megvilágított. Hát azért ez kérdéses, hogy én megnézem jelzések, a falon, tehát hogy azért ez nekem mindig véleményes, hogy nyugodtan odasétálok a falhoz, megnézem, még a 6 kiárat van, és ott 10 van. Hát ha nincs, akkor nem tudsz. Na, van egy szemtanunk, aki ott volt ezen az ominózus éjszakán. Anna, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt kívánunk! Na, igaz, hogy te ott voltál péntek este Bukarestben ezen az ominózus éjszakán, ugye? Igen, ez így van. A barátaiddal voltál ezen a koncerten? Igen, én a párommal is, valójában az ő baráti társaságával voltam ott, igen. Na. Hát tudod nekünk mesélni, hogy nyilván hallottad a felvezetőt, ilyenkor az ember szülőként gondolkozik, hogy mit lehet csinálni, hogy tudod a gyerekedet egy hasonló helyzetre felkészíteni, saját magadat, a párodat, aki szórakozni jár. Ilyen sajnos történt már ugye Magyarországon is. Hasonló, hogy az emberek elindultak kifelé a kijáratnál, és a szervezők hibáztak, a biztonsági személyzet hibázott, és ugye egymást taposták. Tehát sajnos hasonló esetek nálunk is megtörténnek, hogy mi történt, mikor vettétek észre, hogy baj van? Hát én igazából borzasztó szerencsés vagyok, mondhatni a legszerencsésebb. Én ugyanis bent voltam a kijárattól legtávolabb eső helyen, és semmiből hirtelen rosszul lett fel, elkezdtem szédülni, és megkértem a páromat, hogy menjünk ki levegőzni. Ezt maximum 2 perccel azelőtt, hogy a 10 kijutott volna. Tehát amikor ez az egész történt, akkor mi kint voltunk a bejárat előtt, és egyszer csak azt vettük észre, hogy rohannak kifele az emberek, nem értettük, hogy mi történik, aztán másodpercek múlva jöttek a lángok és a füst és a kiabálás, és akkor nagyon hamar összeállt, hogy baj van. Azt jól tudjuk, hogy csak egyetlen kijárat volt? Igen. Tehát ez egy régi gyári épületnek volt egy helyisége, ahová egyetlen ajtón lehetett ki, illetve bejutni, további ajtók, illetve ablakok nem voltak. Hágyan voltak körülbelül a szórakozóhelyen, azt tudod, hogy érezted, hogy nagyon nagy tömeg van, hogy zsúfolt a hely, meleg van, sokan vannak, nem fértek el, ezt lehetett érezni?
Borzasztó sokan voltunk, tehát dugig tele volt a hely, senki nem tudta ezt pontosan megszámolni, de egy 4-500 emberről beszélnek egyetlen autóra. Ahhoz képest egyébként a hírek szerint a tulajdonos egy 80 fős rendezvényre kapott csak egy évvel korábban engedély. Mindig itt van a baj, ugye? Hogy igen, hogy én valaki a hírekben így láttam. Ez egy metal zenekar koncertje volt, ugye, ha jól olvastam? Igen. A te rosszul léted összefügg azzal, hogy már valami füstölt, vagy ez teljesen függetlenül ettől, tehát te valamiért rosszul lettél, akkor még nem volt semmi baj, kijöttél, és utána szabadult el a pokol. Teljesen függetlenül attól, én a tűzijátékokból sem láttam semmit, tehát azokat azután indították el, hogy mi kimentünk. Én nem szeretnék spiritualizálni, de én azt gondolom, hogy valamiféle, nem tudom, hatodik érték gondviselés fel sem tudja. Tehát én meg vagyok győződve róla, hogy nekem nem véletlenül lett pont akkor. Mit láttatok, akkor hogy mi történt? Aha, tehát hogy nyilván kaptál egy kis segítséget, ez simán benne van, persze. Én ezt így gondolom. Hát nagyon sokat nem tudtam, tehát egyrészt borzasztóan gyorsan történt az egész. Szerintem egy olyan 2 perc leforgása után már tűz sem volt, csak végtelen tömény tűzt. Hát azt láttuk, hogy rohannak kifele az emberek, hogy kiabálnak, hogy a háttérben, mert kifele nem csaptak, csak belül látszott, hogy tűz van, de hogy ez szerintem 1-2 perc alatt leégett, és utána már csak az a végtelen tömény fekete füst, amiben az ember az Orra-hegyéig nem látott, és akkor ott korom sötétben így, tehát igazából alakokat látták, meg hallani lehet ezt, hogy ott emberek egymáson másznak át, kiabálnak, próbálnak kirohanni, az ajtó nem nyílik, aztán ez csak úgy emlékszem, hogy hallottam azt, amikor betörték az ajtót, hogy tudjanak többen kijönni, ami persze azt jelenti, hogy betódult egy nagy adag oxigén, és még több ilyen mérgező gáz keletkezett ott ettől hirtelen. És hát tódultak kifele az emberek, akiknek nagy részéről a ruháik, és persze a bőrük is leégett, meg a hajuk. És hát többen voltak, akiknek nem az volt az első, hogy ők minél messzebbre elrohanjanak onnan, hanem hát nyilván bemenni már nem lehetett. Kevesen voltak, akik, de voltak, akik konkrétan visszamentek, bementek, hogy barátokat tudjanak kihozni, de hogy többen voltak a bejáratnál, akik próbálták az ott kialakult, mert ugye ettől a füsttől nagyon sokan elájultak az ajtóban is, és ezért nem tudtak jönni ki többen, és mondom, az ajtóból próbálták húzni félre az elájult embereket. És fotóst és az egyik zenekardobosát ugye ki is tüntették, hát sajnálatos módon már később, mert ők voltak azok, akik visszamentek és kihoztak még egy csomó ember, de sajnos őket már nem sikerült megmenteni. Ez tényleg így van, ahogy te is mondod. A időben kiértek egyébként a mentő meg a tűzoltóság? Hát nyilván senki nem nézte az óráját, tehát nem tudjuk pontosan. Én egy olyan 10-15 percre sattalnám azt, hogy megérkezett a rendőrség, és pár perccel később rögtön a tűzoltók és a mentők is. Ami személyes véleményem szerint Bukarestben egy jó idő, tehát hogy szerintem viszonylag hamar odaértek, ahogy lehetett. Főleg, hogy ez a klub, ez egy ilyen, tehát a központban ilyen kis utcákon elég nehezen lehet megtalálni. És akkor mi az ember első reakció? Mindig azon gondolkozom meg, szerintem, aki elolvassa a hírt, hogy ha az ember ott van, tehát segítséget hívsz, visszarohansz, ha tudod, hogy bent vannak a barátaid, vagy menekülsz, tehát mi zajlik le az emberben? Értem, hogy te kint voltál, csak nyilván ezen gondolkoztál meg, hát testközelből ezt az ember átéli, hogy ilyenkor mi játszódik le az emberben? Hát ez bizonyára egyén függő. Hát az első, az ösztönös reakció az persze, aki rohan. Tehát, hogy ez az első. Mi először egy kicsit hátrébb jöttünk, hogy tudjon a tömeg jönni kifele, tehát félreálltunk a bejárattól, és tehát az első az, hogy rohanj, a második az, hogy a barátaink. Ez volt az a pillanat, amikor a párom be akart menni a barátaiért, és én nem engedtem őt be, mert egyszerűen nem volt oda, ahova bemenni. Tehát, hogy... Tehát a párod úgy döntött, hogy visszamegy segíteni, vagy hogy megpróbálja megtalálni őket. Igen, többször el akart indulni, tehát hogy először a tömegben kezdtük kiáltani a nevüket, kerestük őket, hívtuk őket telefonon, tehát hogy ezt nem tudom, 1-2 percig, és amikor láttuk, hogy nincsenek sehol, akkor be akart menni. De nyilván nem engedtem be, tehát hogy egyrészt már korom sötét volt benne ez a tömény füstemben, de másodpercek alatt, vagy maximum egy perc alatt elájul az ember, nem engedhettem be. Hát nyilván ez persze, az első persze. A rohanja, második az, hogy jesszusom a barátaink, és utána furcsa, hogy még egy ilyen helyzetben is bekapcsol a ráció,
és amikor, tehát amikor megérkezett a rendőrség és jöttek a tűzoltók, nekünk az autónk viszonylag közel parkolt, tehát mi viszonylag közel parkoltunk a bejárathoz, a gyárépület udvarán, és még az is eszembe tudott ebben a helyzetben jutni, hogy Jézusom, vigyük el az autót, hogy csináljunk helyet a mentőknek. Tehát az egy kis utcában van, rengeteg autót egymás hegyén hátán parkolt, tehát gyakorlatilag alig volt, ahova a tűzoltóknak meg a tömény rengeteg mentőnek bejönni. És akkor még volt egy ilyen gondolat, hogy vigyük el az autót, hogy egyáltalán több mentőt férjen be. Tehát, hogy segíteni, igen. Persze. Értetlen egyébként, hogy minél több információt megtud az esetről az ember, annál inkább tudatosul benne, hogy ezen a helyen nem lehetett volna semmilyen szintű rendezvényt tartani, se ilyet, se kisebbet, gyakorlatilag egy alkalmatlan hely volt erre. Igen. És ez egyértelműen igen. A tulajdonosoknak a hibája. Abszolút, tehát Erzsi közben nekünk írja Bukarestből SMS-ből, hogy a Tulajnak nem ez az első klubja, ami kigyulladt egyébként. A szigetelő anyag gyulladt meg egészen pontosan. Ezt Erzsi küldte nekünk Bukarestből. Mi történt a barátaiddal? Azt lehet tudni, Anna? Igen, hát mi négyesben mentünk egy másik párral. A lányom meghalt, őt aznap éjszaka a szülei a fülbevalói alapján tudták beazonosítani. Atya Isten. A lánynak a párja, neki a testének 70%-a égett meg, harmadfokú égési sérülések, illetve a légzőrendszere és a tüdeje, ő most kómában van és gépek tartják életben. Ami lehet, hogy egyelőre nagyon furcsa ilyet mondani, de jobb is neki, mert ha felébredne és megkérdezné, akkor lehet, hogy abban a pillanatban meghalna. Illetve van még egy barátunk, aki a páromnak a gyerekkori barátja, aki kijutott, kihozott egy lányt, épségben kijutott, de nem tudta, hogy mi kijöttünk, ő azt hitte, hogy mi még bent vagyunk, és visszament értünk, miközben mi kint álltunk teljesen sérületlenül, és kerestük őket ott a tömegben, de nem láttuk őt, és ő visszament értünk. Neki úgymond nem lett nagyon nagy baja, neki csak a testének a 40%-a égett meg, szintén harmadfokon, szintén a légzőrendszere, a tüdeje, de ő egy ilyen nagyon robusztus, kemény fiú, úgyhogy ő magánál van, ő beszél, ő úgymond jobban van. Azt a mindenit, hát ezt így hallva, ez elképesztő. Elképesztő. Te hogy vagy ezek után? Nem tudom. Nem tudom. Én igazából meg... Ugye ez az a fajta dolog, amiről az ember azt hiszi, hogy vele nem történhet meg, és szerintem olyan méretű sok, hogyha ezt így tényleg így konkrétan teljességében felfogná, akkor lehet, hogy nem tudom, beleőrülne. Úgyhogy én igazából még nem fogom fel, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát nekem még mindig van egy ilyen elszakításom ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ez nem igaz. Ez nem történt, a barátaink jól vannak, rendben jönnek, minden rendben lesz, nincs semmi baj. Tehát, hogy én nem igaz az, hogy jól vagyok, de hogy próbálom ezt mondani magamnak, és az önállításon kívül meg őszintén valami olyan, tehát én még soha nem éreztem ilyen erősnek magam, mint most. Ugye van ez a klisé, hogy ami nem öl meg, az megerősít, hát ez szó szerint is így van. Hát és isteni szerencse, hogy ahogy te kaptad ezt a jelet, vagy segítőt, vagy én nem is tudom pontosan, hogy mit, nyilván többféleképpen lehet magyarázni, hogy te előtte rosszul lettél, és kijöttetek, talán ezen múlt, hogy sikerült. Biztos vagyok benne, hogy ezen múlt. Tehát arról a részről, ahol mi álltunk, nagyon kevesen jutottak ki, és nagyon rossz állapotban. Hát igen, olvastuk a híreket, igen. Anna, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad. Mi sok erőt és kitartást kívánunk az események feldolgozásához. Örülünk, hogy köszönöm azért szépen. Ilyen szerencsés vagy. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Vigyázz magadra, és sok erőt kívánunk mindenkinek, köszönöm. Akit ismersz. Köszönjük szépen, vigyázz magadra. Nincs, mert őszem hallásra. Köszönjük, szia Anna. Na igen, Anna mondta pont a lényeget, hogy azért kell ilyenekről is beszélni, és azért kell az emberek a saját gyerekeit is felkészíteni, és elmondani, ha csak egy jót tudsz mondani, mert soha nem tudhatod, hogy mikor mi történik, és talán lehet, hogy az egy mondat, ami segít, hogy reagálj, mit csinálj ilyen helyzetben, ha tudsz bármit csinálni. Szóval muszáj ezekről a dolgokról beszélni. Azért ez kemény így.
végighallgatni, nem? Brutális. Igyengedje majd el az ember a gyerekét egy szórakozó helyre. Brutális. Hát amikor ilyen felelőtlen klub tulajdonosok vannak, tehát tényleg életük végig börtönben kéne lenni. Elkíséred a gyereket. Nem tudod nyilván. Nem tudod. Tényleg, tehát hogy mennyire életszerű az, hogy bemegy a gyerek körben, és hogy hol vannak a vészkiáratok. Nem tudod nyilván. Milyen a burkolat, meg hogy lesz a pirotechnikai bemutató. Persze. Tehát hogy ez egyértelműen a tulajdonosoknak a felelőssége. Egyébként a romániai tulajdonosok ellen most ugye gondotlanságból elkövetett emberölés vágyával egyébként már a megfogalmazás is furcsa. Hát igen, hát először. A bűnvádi eljárást. Hogyne, menjen is börtönbe az ilyen, és hallott, hogy nem az első klubi állítólag, ami kigyulladt. Hát életük végig börtönben kéne ülniük. Jövünk egy pici szünet után. Jóven bácsit átrakjuk most 8 óra utára. Nem is biztos, hogy olyan flottul menne, most játszunk egy jót. Úgyhogy Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a játékkal, és ha minden igaz, 8 óra után hívjuk Nógrádi tanárurat, ígértük még a múlt héten, hogy felhívjuk és megkérdezzük, hogy mi a helyzet vele, és mondjon valamit arra a helyzetre, ami körülötte kialakult. Úgyhogy vele folytatjuk, és a játékkal Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 12 perccel, szép reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk és folytatjuk tovább. Hát nem voltak könnyű pillanatok az előző fél órában, de hát kell ilyenekről is beszélni, ezt hisszük, gondoljuk, és tényleg, szóval azt mondjuk mindig, hogy muszáj ilyen elemeket is, és ilyen történeteket is beemelni adásból, tényleg azért, hogy hallják a szülők is, hogy mi történik egy-egy szórakozó helyen, hogy fel tudja mindenki készíteni a gyerekét, hogy nem biztos, hogy be kell állni az első sorba, lehet, hogy jobb hátul maradni, lehet, hogy jobb, ha ketten mentek, nem egyedül, nem tudom, mit lehet mondani. Minden esetre ugye hát a bukaresti katasztrófáról beszélgettünk, és Anna volt adásban, aki szemtanú volt, ott volt, ő a tűzeset előtt kijött, majd elmondta, hogy kintről mit látott, hány barátját vesztett el, hogy próbált segíteni, és mi történt. Hát felkavaró volt ezt hallgatni, de ennek ellenére kell erről beszélni. Igen, borzasztó, mi történt, az autóban ültem, és hallgatva a lányszavait végig sírtam, részt vettem, írja egy hallgató. Nem látok a könnyeimtől, nagyon sok lelki erőt kívánok a lánynak. Ildi, drága vagy, köszönjük szépen. Azért lássuk be, hogy idehaza is meg kellett történni egy szörnyű tragédiának, méghozzá Vesztbalkán, ugye ahhoz, hogy kicsit biztonságosabban lehessen szórakozni. Perec írja, és tökéletesen igaza van, hát mindenki emlékszik arra az ominózus estére, amikor ugye rengeteg embert engedtek be, hibázott a beengedő személyzet, hibáztak a szervezők, valaki bent elüvöltötte magát, hogy valakinél pisztoly van, talán a levegőbe lőttek, és megindult az ember áradat kifelé, és ott is néhány fiatal életét vesztett. Tehát szörnyű volt látni azokat a képsorokat. És talán tényleg, ha az ember el tudja mondani a gyerekének, hogy figyelj, nem ér annyit egy koncert, ha nagyon sokan vannak, gyereki, ha nincs levegő, gyereki, ha úgy érzed, hogy bajban vagy, el lehet menni még a zenekar másik koncertjére, hagyd ott, próbálj meg kijutni, nem ér annyit, ne es pánikba, fogd meg valaki kezét. Hát, mindenféleképpen igen, de ha az ember beszél róla egy műsorban, akkor talán lehet ezzel segíteni, igen. Na, elmaradt a játékunk, ígértük, hogy természetesen bepótoljuk, csak hát nem is illett volna oda, meg hát nem is volt rá időnk. Azt gondoltuk, hogy talán jobb lesz így 8:45-kor kivételesen. Úgyhogy játszunk Óven bácsival, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Szilvi! Honnan hívtál minket? Budapestről. Mit csinálsz? Dolgozol már? Nem, még munkába indulok, készülődök. Mi dolgozol? Irodában dolgozom asszisztensként. Ah, hát ez jó munka, szereted? Most egyelőre még ez van, aztán majd a későbbiekben alakulgatunk. De mit csinálnál szívesen, vagy mi lenne az, ahol jól éreznéd magad? Igazából nagyon sok tervem van, de majd még meglátjuk, hogy mi az, ami a legközelebb kerül hozzám. Aztán azért mondtam, hogy még terveim vannak, és... Hány éves vagy, Szilvi? Én 24 leszek. Ó, hát akkor... az ember még ráér tervezgetni, még nincs nagy baj, ha az ember nem egészen pontosan tudja, hogy mit akar, vagy ha tudja, és azok még formájában vannak, az még nem nagy baj. Igen. Na, szokott menni, Óven bácsi?
Hát meg többször igen, de most nagyon izgulok, mert mindig az van, hogy amikor kellene, akkor sosem tudom, de bízom benne, hogy sikerül. Na meglátjuk, mutatjuk, hogy mit csinálnak, jó? Figyelj! Hát... Jó. Oh, na végre. Mondjuk azt, hogy esik az eső. Így van. Én pont akartam mondani, hogy nem arany eső. Igen, hogy Óven bácsiból végre eltávolították a pesekövet. Így van, és Óven bácsi felszabadult. Locsol az aranyesővel, így van. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit énekel. Ez egy amerikai filmnek a zenéje lesz. Jó? Jó. Egy kicsit régebbi szerintem, hát ennem szerintem egész biztos, hogy te még nem is éltél akkor, amikor ez volt. De hát, ha a szüleid nézték és szerették. Hát ha. Na figyelj. Oh, hát ez nagyon tudni. Egyszerű. Ez 1000 éves, de legendás film. Mutatjuk még egyszer. Semmi? Himnus lett a dal. Tényleg fiatal körben. Tényleg fiatal. Ami igen, kapcsolódik a film. Kicsit hosszabbat, ha... Hogyne, mutatjuk, figyelj. Hát ebből sincs meg, tulajdonképpen ez az egész dal szinte, kis túlzással. Yeah. Peter Fonda, yeah. Dennis Hopper, Jack Nicholson. Oh. Mond valamelyik név valamit? Hát mond, de így nem tudom. Nem tudod. Kereszt nevük. Sajnosan. Ez a szelíd motorosok, vagy ahogy ugye Csúlya Imi megismertette az egész világgal, vagy hát legalábbis Magyarországgal az Üvegtigrisben. Easy Rider. Easy Rider öcsém. Easy Rider. Ahogy mondta Csoki, ugye az Üvegtigrisben. Nincs meg, szelíd motorosok. Nem. Hát, egy 69-es film, tehát megértem, hogy hal gondolat voltam. Pedig ezt nagyon sokan ismerik. Egy kultuszfilm, így van. Hát, vannak a generációnak. A hétközben üzletember, hétvégén motorosok csak ezt ismerik. De igen. Szelíd motorosok, ez a film. Hát lehet, hogy a szüleidnek még megvan VHS-en. Ma megnézem most, már biztos. Nézd meg. Hát akkor azért nagyon nagy klasszikus volt, és nagyon nagy film. Köszi a játékot, ez most nem sikerült, ne haragudj. Én is köszönöm. Puszilunk. Szia. Hello, Szilvi, ciao. Hello. Na. Csúlya Imre. Csúlya Imi, hát a Csoki, persze. A lányom, ahogy hívja. Csuhaj Imre. Csuhaj. Nem, Csuhaj hívja. Van egy macskám, anyámmal élek, babettával járok, én nem legyek kemény. Hát viccelsz. Hát ekkora üvegtigris, a legnagyobb. Csoki, óriási. Jó volt, hogy nem volt jó. Mi a sokot kaptál? Jó volt, hogy nem volt. Zseniális. Mennyire vagy túlzus? Mennyire vagy túlzus? Sőröz, odafér. Kokó! Ú, de szeretem. Na jó. Oké, egy mondatot csak a hírekről. Mielőtt felhívnánk Nógrádi tanárurat. Ez már az egy mondat? Nem, most jön az egy mondat. Hát, ha valaki nem hallotta a híreket, nem tudom, hogy pontosan hol történt, de szenzációs a dolog. Valahol Magyarországon egy pici kis hát, körkapcsolás, hogy milyen mentális állapotban van az ország. Legalábbis az ország egy része. Ha nem hallottad, igen, egyébként nem hallottad, mert kint voltál, kiderült, hogy nem is annyira messze egyébként tőlünk, Rákospalotán, a menzán nem szatyorból, nem ételhordóval, nem tányérba becsomagolva lopták az ételt, hanem talicskával. A minden is bicsoda leleményesség. Hát most mit talicskával ételhordóval? Akartak repetázni. Kértek. Eleve, aki gyerektől veszi el, az tényleg rohadjon meg. Tényleg egy szemét. Tehát én azt nem, a lopás semmilyen körülmények között nem fogadjuk el, de bemész egy boltba, lopsz, szörnyű dolog, elítéledő. De amikor a gyerek elől veszed el, és mindegy, hogy kinek a gyereke, és milyen gyerek, és otthon kap enni, nem kap ennyi, mennyit teszik, gyerektől elvenni rohadékság. Talicskázták ki a menzáról. Az érted? Igen. Az megvan? Elnézést, bácsi, kaphaték abból a talicska grízes tésztámat? Akarod, igen? Nem. Nem. Úgy derült ki a dolog, hogy a gyerekek már szóltak otthon, hogy náluk sosi csúsz. És bocsánat, hogy nevetek, én őket rettehetesen sajnálom, inkább mióta gyerekem van, én gyerekes hírt hallok, sokkal jobban elszorul a szívem. Tényleg bármi, de csak arról, hogy egy gyereket 5 percre a busz megállóba felejtettek. Én 4 napig azon lelkizem, hogy vajon a gyerek mit élt át. Na most egy racionális gondolat. Na de azért beszéljünk erről egy mondatot. Hát, igen. Hát most gondolj, mert oké, jó, valaki ételhordóban lopja a kaját, nem olyan feltűnő, kimegy a kaput, de amikor kitolnak, hogy hívják ott egy talicskarántott szeletet. Na de minden nap. Tehát, hogy fogta a borsólevest, beleöntötte a talicskába, és ott kimerte, vagy legalább volt annyira intelligens, hogy belemerte egy lábosba, a lábosokat rakta a talicskába, és azt mondta, Géza, nyitom a hátsó bejáratot. Lehet, Gézat, igen. És elindult ki. Már megint ez a nehéz föld! Elindult, tehát mennyire életszerű, hogy azt látod, hogy a konyha hátsó bejáratán egy talicskával, azt mondjuk egy rámpán. Némá, mennyi barátfüle! Ne, shit!
Nem barátszik, de csak messziről néz ki, és a szülők ugye kifogásolták szegények, hogy sótlan íztelen az étel. Hát ezt ugye most az egész ország érzi, hogy az új törvényeknek megfelelően rengeteg kaja kerül a moslékba, mert konkrétan ehetetlen az étel, de nem baj, legalább nem sózzuk hülyére. Ugye annak kéne azt tenni, aki kitalálta. Annak kéne rá elvenni a sószórót az asztaláról, aki kitalálta, hogy mennyi só legyen az ételben. Konkrétan nálunk is, Beni, mindenkit nem esznek a gyerekek, mert ehetetlen. Ez egy dolog. De hogy nem volt repet, amit a Feri is mond, pedig járt volna, és a gyerekek tényleg otthon panaszkodtak, hogy nagyon éhes vagyok, mert hogy rossz a kaj, az egy dolog, de már repet a sincs. Hát meg a Józsi, azt tudom, a tényleg... Miért vagy te olyan sovány? Hát fizetek el a menzára, vagy nem? Elviszi a talicskás bácsi, ereszelted, és miért talicskás bácsi, adjál már! És ennek volt egy törzsfejlődése. Tehát kivitték szerintem, ugye, mert visszanézték a térfigyelő kamerákat, és rájöttek, hogy talicskáznak, de először zsákokban vitték. Vérszemet kaptak, ugye? Uh-huh. Csak többet elvisz talicskával, Laci. Rekeszekben visszük, ez a következő. Egy ember egy zsák, nem egy talicska, három zsák, melyik elvigyük inkább talicskával. Józsi, ezek nem vettek észre semmit. Hallod, hozd a talicskát, hallod, menj már be a blikkóba, vegyél majd talicskát, ője vagy, kiviszük talicskával. Fogta a talicskát, betolta a menzára, belerakta és kitalicskát. Az eszem megáll, hogy hol tartunk, de tényleg, milyen világ ez, érted? Itt Rákospalotán talicskázzák ki a kaját. Hát a pofám lesz. De tényleg nem tűnt fel senkinek? Hát, hát most hát, hogy nem állítottam meg a kórban őket senki, hogy elnézést, hol tetszenek menni azzal a talicska tarhonyával. Mert nincs ott 10 évei őr a kapuban. Hát nálunk is az óvodában ugyan megyek be. Az oviba van egy ilyen kallantyú fönt, azt áthajtott, hogy a gyerek... Na jó, de csak beleütközöd időnként valaki, akkor előzékenyen előrengeded a talicskát. Hát, bocsánat, elnézést, látom melóban. Hát mit tudod te, hogy mit visz? Hát most megkérdezed, hogy mit visz? Hát nem. Hát nyilván lehet, hogy le is volt takarva valami kis 10 éven rongyal, azt nyilván azért azt gondolt, hogy viszi a sittet, nehogy széthúj. Aha. És kész, és kint van vele. A nagy kérdés, hogy mit csinált? Eladta? Hát, igen, mit csinálsz ennyi kajával? Mert az, hogy a menzás nénik sokszor tényleg hazaviszik a kaját, az benne van. Tehát én emlékszem gimnáziumban, hogy 60-as bicepsze volt a konyhás néninek. Brutálisan szőrös volt a hónalja. Ugye ebben a hatalmas nagy kismama papucsban mentek. És mégis kívántad. És mégis elkaptam a gólyabálom. Akkor kerültem oda a gimibe, mondtam, most meg tudjátok, milyen magyarok istene. Hátrafordítottam a baseball sapkát, és berágattam a női mosdó. Na de hogy, szóval, és ott is emlékszem, nekem beleégett a retinámba, hogy a konyhás nénik mindig 2-kor mentek el, mi 1:30-kor végeztünk a kajában, még egy órát ott bandáztunk. De te 3-4-től dolgoztál rajta. És azt láttam, hogy a konyhás nénik ugye hát szacsrokkal megpakolva, ugye akkor még nem mit sejtetted, csak láttad, hogy hát milyen 2 40 kiló szatyrot visz ki mindenki, és 6 konyhás néni vonul ki a recepción, köszön el a portástól, és megy ki a giminek az ajtaján. Menz a crossfit. Hát valószínű, hogy nem a tiszta ruhájuk volt benne, meg a... Igen. Ők lehetettek. Mint a 240 kiló kristálycukrot. Na de, crossfit. Na de talicskában. Hát az szenzáció. Lehet, hogy tényleg az lehetett, mert hol nem feltűnő a talicska egy építkezésen. Érted? Ő a főnök volt, aki gondoskodott a dolgozókról. Érted? Látott a talicskát, aztán... Hello, hello, itt a kaja, váljú, hosszó szerint. És akkor, ha rájöttek, hogy nagyon kevés a kaja, akkor visszatalicskázták? Nem, hát ez... Hallod, Józsi, sokat hallod, még van egy csapat, hallod, még a 4B nem jött le, a 4B még nem jött lebédelni, told vissza a talicskát. Jött Józsi, visszatolta a lebecsleves talicskába, gyorsan bemerték a gyerekeknek, majd újra kitalicskázták. Paleo zapkex, ma nincs főnök. Hát, akkor megyek még egy körpát. Hát ez annyira pofátlan és annyira szemtelen, hogy ez komolyan mondom. Én azt mondom, hogy a konyhás néniknek meg van bocsátva, de tényleg. Tehát vigyék haza, maradék, ki kéne önteni, moslék, nem adhatod oda senkinek. Hát ugye, vigyék haza, nekem az nem, nincs bajom, nem? A maradék az a visz, a gyerek megeszik, nincsenek túlfizetve, maradék, mindenkinek persze adtak repetet, vigyék haza nyugodtan. A maradék 32 kiló rétes lisztet, hát de hol viszel, hol viszel 6 talicska tejber is, meg 4 talicska lebbencsleves, meg 6 talicska kerkáposzta. Szerintem valaki más eszik belőle. Tehát tényleg az, hogy ott az építkezés, érted, és azt mondta, hogy ezért a művezető srácok, meg tudjuk oldani, van itt egy ismerős momentzád. Na, egy okosba. A gyerekeknek jó lesz nektek, és a egy... A gyerekek úgyis utálják, mert sótlan. Majd mi megsózzuk, jó lesz. Hát ez valami elképesztő. Elképesztő. De maga, tehát a kép az... És valószínűleg neki benne volt. Tehát egy meri, egy teszi a talicskába, persze, egy viszi ki, egy nyitja az ajtót, egy figyel, tehát ott konkrétan ők ezt kidolgozták. Hogy kell talicskába. Az is egy üvegtigrises jelenet egyébként, ahogy kitalicskázzák. Na a Marika nénit gyerekek, a Marika nénit be kell venni.
Hát ő osztja az ebédet. Hát beteg, mindenkinek, minden, majdnem mindenkinek benne, és nem akarjuk bajba keverni az ott dolgozó menzás néniket, de hát azért biztos, egyedül nem tudok, Józsi, hol viszont azt a talicskához, már vissza, hát azért arról tudniuk kellett többeknek. Lehet, hogy ott hogy az történik, hogy, hogy mit tudom én érted, oda volt készítve, nem ott főzik meg, és akkor hogy ilyen kannákba oda lerakták, és akkor kannákból áttöltötték. Aha. Tehát, hogy nem hiszem, hogy a konyhások benne lettek volna. Nem, hát de akkor ki? Tehát akkor mondom, hogy csak valószínűleg az van, hogy nem ott főzik, lehet, hogy csak melegítik, és fogták, és szépen letették, meghozták a kaját, és letették. És a szemfülesek még mielőtt bevitték volna, szépen kitöltögették. Tehát, hogy inkább ez lehetett. Nem, az arról szól a hír, nem arról szól, hogy a konyhai személyzet zsákokban, rekeszekben, majd talicskában eltávolította az életet. Életet. Aranyos vagy. Jó, de nem ez ártatlanság vélem. Károly Róbert általános iskola menzáján történt a dolog, de egyébként a cikk szerint a konyhai személyzet zsákokban, rekeszekben vitte ki az életet. Én azért pipa lennék, tehát szülőként azért úgy jeleznéd, nem? Hogy azért hát, finoman azért igen, a gyerek éhesen megy haza, panaszkodik, hogy nincs, ők meg hízlalják hát az otthoni sertésüket, meg adják el az őrsön. Lehet, hogy ahogy nézzük a jó oldalát, amikor váltottunk ugye a menzában, és itt volt benn nálunk is az egyik nagy menzás cég. Ez meg még a régi egészségtelen volt. Ők azt gondolták, hogy úgy se eszi meg a gyerek. Tehát mindenhonnan ezt hallották, hogy ugye ízetlen az új étel, nem kell ezt hazavisszük. Azokat, ha elviszik. Én ezt utána el tudom adni, tehát mondjuk én az őrs közelébe kilopom talicskával a menzát, én el tudok menni egy őrsi kifőzdébe, egy őrsi kifőzdébe, tudom neki azt mondani, hogy figyelj, menzáról kihozott érintetlen lebbens leves literenként, nem tudom, ennyire. Ez őszre nem ilyenek. Mindegy. Mi van? Te mit tettél ma? Mi volt ebben a roblott nudlábba tegnap, érted? A reggeli nudlább sztorita. Mindenkit megvédesz ma? Én csak kérdezem, hát hogy valamilyen ilyen brutál durva 600 forint egy sertéspörkölt pacalvelővel 20 forint a kenyér és 4 kilóból pacalvelővel. Pacalvelővel. Én voltam ilyen kifőzdével, pacalt adtak. Velős pacal, persze. Szóval én el tudom adni? Hát azt te oda, te kilopod az óvodából, vagy az iskolából, elviszed 300-ért átadod a vállalkozónak, ő 600-ért eladja, mindenki jól jár. A gyerekek nem. Petírja a poén, az lenne, hogy a talicskás csengő hangja a Family Frost dallam, mert ott olyan talicskát, hogy csak a végig kínálja a kerületet. Mi van ilyenkor, börtönbe mész, mert talicskával loptad a töltött káposztát? Nem, miért vagy bent? A taronyás hús miatt. Miért vagy bent? Erőszak. Miért vagy gyilkosság? Te elloptam 6 talicskát. Igen, 300 liter rántott levessel loptam meg a menzát. De büntetés nagyságát azt szabályozza, hogy mennyi érték. Loptál mi van, évek óta csinálták, hát érted? Mert mi van, ha csak a köreteket lopták, akkor az... Hát nem, a húst lopták, hát a gyerekek panaszkodnak, hogy nincs hús. Nem volt hús. Nem volt. Tehát hús, a gyerek ezzel mentek haza, hogy hetek óta nem láttak húst. Szerencsétlenek. És akkor tényleg az történt, hogy először, mint tőlem Marika néni kivett a 60-as karjával, azt rajta kapta őket. És be kellett vonni. Elkapta a torkokat, és... Igen, itt is marad, hova viszitek? Mi akar keresni? És Marika nén beszervezték, igen. Rákos palaitai kifőzde ételfutárt keres azonnali belépéssel. Tete taliga, jeligére. Otto küldte nekünk. Nálunk is a település konyháján több éve ugyanez van. Alapanyagból, amit el lehet lopni, azt el is lopják. A polgármester is tud róla. Egyébként írja valaki névtelenül. Azt mondja, hova malacot neveltek belőle karácsonyra? Kaptuk SMS-ben, tehát lehet, hogy a hízót etették. Ha hízót etették a moslékkal, igen. Mi a mai ebéd? Csókolom, építkezési törmelékes borsó főz. Egyébként jó kérdés, a talicskát vajon lopták? Tehát lopott talicska volt, vagy legalább bementek és vettek egy rohadt talicskát 3000 forintért. Tudod? Honnan lopták a talicskát? Épp egy Márkiazó, hogy a tiszta molterlő. Vagy ganyé. A rosszabb. Hát igen, figyelj, komolyan mondom, azért sötét középkor. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy így, hogy persze, én sosem csodálkozom azon, amikor föltörnek egy kocsit, és elviszik belőle a magnót, hogy ott van a gyerekülés, és azt gondolnád, hogy legalább a gyerekülés, és kimér meg, mert tudod, hogy gyerek van, nem csodálkozom. De amikor tényleg komolyan mondom, tehát a gyerekek elől lopod el, és éhesek, te meg hazaviszed, hogy nem akad a torkodon, hogy nincs lelkiismeretfurdalásod, nem? Hogy ott áll 8 éhes szemű gyerek, néz rád, hogy kérne még, te meg már tudod, hogy a Józsi rohadtul talicskázza ki a hátsó ajtón. És azt mondom, hogy aranyom, ne haragudj, hát nem tudok már neked mit adni. Brutálisan benne vagy, és tudod, hogy most vittek el még 60 liter lebbencs levesért. Hát hó! És ezt te leültök, és jó ízzel megeszitek. Na, mit szólsz, ma is milyen hamis gulyást loptam. Ugye? Tehát, hogy így, Jézus, Atya, Úr, Isten, de komolyan mondom. No.
Na jó van, oké, egy mondatnál egy picit több lett, de ígértük Nógrádi, úgyhogy hívjuk a hírek után. Jó, Nógrádi Györgyöt, a biztonságpolitikai szakértőt, megkérdezzük, hogy mi a helyzet most vele kapcsolatban, és mit szól azon újságcikkekhez, amik ugye megjelentek vele kapcsolatban. Egy picit megcsúsztunk, de muszáj volt erről a talicskás hírről egy kicsit beszélni, úgyhogy Nógrádi Györgyel jövünk egészen biztos, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz. Pontosan 2 perc múlva 441-es úton Nagykörösi vasúti átjárónál baleset van. Fecó küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán az M1-esről Budapestre vezető úton, méghozzá Nagyszülős úton torlódás van, Rami és Mikcsó küldte nekünk. Szélkámán tér, Megyfártliget 25 perc, aki tud, kerüljön, mindkét sáv be van állva. Tudunk valamit a Szélkámán térről, hogy mikor adják át? Igen. Jövőre valamikor. Jövőre, nem jövő tavasszal? Jövő májusban? Igen. Uh-huh. Na, de addig is szakaszosan fogják átadni, tehát hogy addigra készül el majd teljesen, de szakaszosan igyekeznek majd átadni az arrafele kolbászol autósoknak, tömegközlekedőknek és járókelőknek is. Margit körút beállt, és a környéke is Budáról Pestre, mert a Tölgyfa utcában felásták a fél útpályát. Kinga küldte nekünk. Trafi van az Ajtósi Dürer soron, a Stefánia útnál szép napot Eperszem, valamint a budai alsó rakparton még mindig nem csinálták meg a Margit hídi felüljárót, emiatt hatalmasat kell kerülnöm, Gabi küldte nekünk. Vörösvári út és Vihar utca kereszteződésében csúnya baleset van, ott is vigyázzatok, aztán Biatorbágyot nem lehet elhagyni a körforgalom építés miatt, ki kellene kapcsolni a lámpát, akkor nem lenne sor. Hát reméljük az illetékesek meghallják és cselekednek. Aztán, igen, az Árpád híd felé a Flórián tér előtt két kocsi csattant, és ez a Vörösvári úton van, úgyhogy szépen ott is visszatorlódik majd a forgalom, és nagy dugóra lehet számítani. 24-es kilométertől áll az M1-es, a 22-esnél talán érdemes az 1-es főútra menekülni. SMS-ben kaptuk ezt is, köszönjük. Valamint M6-os Pécs irányában a Csele-Patak hídnál karbantartás van, és ott is vigyázni kell. Jövő héten ilyenkor még Pécset leszünk. Jövő héten ilyenkor Pécset leszünk, így van, mindjárt beszélünk a turnéról, csak előtte egy mondat Nógrádival kapcsolatban, hogy Nógrádi Tadár úrnak nem jó már, mert be kell ülnie egy konferenciára, úgyhogy azt mondta, hogy ő fél után már nem tudja vállalni a beszélgetést, mi továbbra is dolgozunk azon, hogy elérjük őt és megszólaltassuk, holnap teszünk egy újabb kísérletet és megpróbáljuk megszólaltatni Nógrádi tanár urat, hogy mondja el nekünk a vele kialakult, vele kapcsolatos helyzetet. Az igazságot mondja el. Az igazságot mondja el és reflektáljon, így van. Én úgy tudtam, hogy nem tudjuk, hogy mit tudtál, de hogy később elmondod. Ezt majd elmondhatod. Igen, hogy Pécset hol leszünk, úgy tudtad, ugye? Hogy Pécset hol leszünk, úgyhogy mondom, hogy holnap újra próbálkozunk. Na jó, akkor holnap majd. Tanárurat elérni. Ez most nem sikerült. Na, a turnéról csak egyetlen mondat, hogy jövő héten elindulunk nagy országjáró roadshowra, nagyon örülünk, mert hogy kicsit beelőzzük a Mikulást és a Jézuskát is, és már november közepén valakinek, hát nem azt mondom, hogy a fa alá, vagy az ablakába, azt talán még kicsit korai, de a garázsába, vagy a kertjébe, vagy nem tudom, a lakása elé lerakunk egy vadonatúj, gyönyörű, szép, 0 kilométeres szalomból kigurult Suzuki, gyerekek! Vitarán! Így van! Egy gyönyörű szép Suzuki-t, ráadásul a legnagyobbat, a Vitarát, ezt lehet majd megnyerni jövő héten. Debrecen, Pécs, Esztergom, Győr, Budapest, ezek a helyszínek. Igen, ezek közül a helyszínek közül Esztergom az, ami még egyelőre úgymond kakutojás, mert hogy ott még nem voltunk, ott még de nem. Nekem vannak már információm arról, hogy nagyon-nagyon várnak minket, és hogy nagyon szeretni fognak. Írt valami cukrászda, vagy mi van? Kis haver. Én a cukrászda helyében nem égetném meg magam. Én cukrászda lennék, én biztos, hogy nem hívnálak oda, hogy nálam kóstoljál, aki hallgatta 6 óra előtt, azt tudja, hogy mi a helyzet. Jó lesz, az mindig izgalmas új helyre menni, ahol még nem voltunk, úgyhogy nagyon igen. Várjuk. János becsekkolt mindent Esztergommal kapcsolatosan. Természetesen. Tehát mindent tudunk, hol fogunk aludni, hol legyünk, így hova van. Menjünk. Már azt hol is tudom, mit fogok megnézni, hol ugye? Megyek el, milyen programokat fogok csinálni délután. Jó, hát az egész turnéra már be vagy táblázva. Egyébként be vagy igen. Tervezve, és kész van az Excel táblázatod. Véletlenül se egy pici improvizálás, egy kicsi spontaneitás, egy pici fölkelek is ma, milyen kedvem van. Uh-huh. Nem inkább olyan, de hogy is. Nem, mert akkor most kedden valami extra jó. Pontosan tudjuk, hogy Győrben november 12-én hol ebédelünk, mit választunk a menüről, milyen süteményt teszünk, hol költjük el kicsi vacsoránkat szerényen, hol edzünk majd, és mit nézzünk meg 23-szor. Az improvizálás, meg a spontanitás, azt tudod, hogy a te asztalod, bár én inkább úgy nevezném, hogy ahogy esik, úgy puffad. Nagyon helyes. Véletlenül se hagyd a sorsra, a véletlenre, a kialakult helyzetre, a kedvedre, hogy mit fog csinálni. Írd le, töltsd ma be az Excel táblázatot, és csináld azt jövő héten. Budapesten, vagy Győrben november 12-én.
Viszont akarok tőletek kérdezni valamit, mert itt többször jártok ilyen helyre, elfogott egyfajta nosztalgikus élmény, vagy életérzés, és újra postára járok. Hát gyerekek! Ez maga a csoda! De mi az, hogy elfogott az érzés, és újra járok? Tehát nem kéne neked járnod, csak, nem kéne. Csak így bejársz. Én a sárga csekélyemet mindig telefonon keresztül interneten elutaltam is. Rászoktam arra, hogy postára járjak, az utóbbi egy-két hónapban összegyűjtöm a kis sárga csekélyemet, és ott a lakom, bemegyek a helyi postára. Kis, hova tulajdonképpen postára, és feladom a csekeket. Hát maga a retro, ami ott fogadott engem, az újságokkal, a szakácskönyvekkel, a kaparós sorsjegyekkel, a nagyon helyes postai alkalmazottakkal, és az egyébként nagyon türelmetlen, idős, nyugdíjas, aranyos nénikkel, akik én nem tudom, hogy hova rohannak, de tegnap zajlott le a következő történet, beálltam a postára, sárga csekkekkel, imádom. Már az illatát az egésznek, hogy újra postán vagyok, hát gyerekkoromban voltam utoljára. Jön a néni, beáll mögé, nagyon mocorog. Látom, hogy na, ő nagyon mocorog. Mondom, siet. Siet valahova, 70 éves korba volt. Néni, tessék elő, nem aranyom, nem közül. Következő pillanat, azt látom, hogy a néni egyre szorosabb pózban tapad rám. Nyomul. Jön, mocorog, nagyon mozog. Keresi a testi kontaktust, megint hátrézik, mondom, tetszik sietni, mondom, nem jutunk elő, tessék elé már nyugodtan, baromira rend. Iszonyatosan. Megint közelebb jön, már azt érzem, hogy a kis... Szuszog a tarkómon, liheg, és egyre hangosabban sóhajtozik, hogy miért nem megy már a sor. A következő, amikor már a hajszálát veszed le a válladról, tüsszent, megfog, tehát a nénivel mi ott szeretkeztünk egy ilyen nagyon lazát, a testnedvek cseréltek. Ha megtetszik engem, letolom a nadrágomat, hogy gyorsan. Rám liheget, finoman kaptam egy kicsit a nyálából, a hajából, mindenéből, de nem tudtam rájönni, hogy attól nem kerülünk előbb sorra, hogy a néni konkrétan hátulról finoman már-már egyfajta közösülést imitálva mászik föl, mint egy pici hátizsák, és rajtam keresztül próbál előrébb jutni. Vagy ez egy póz, ez elég. Néni mit szeret, bocsánat, tetszik haragudni. Hatszor mondtam ennek, hogy tessék elém állni, nem rohanok. Nem. Igen, ez kell ilyenkor, ez van, amikor bejön. Ez van, amikor de bejön. Látod, de nem akartam megkerülni. Hova siet? Tehát mitől gondolja úgy ez az embertípus, nem csak idős nénik, nyugdíjasok, hogyha rád áll a sorban, akkor az előbb sorra kerül. Hát nem kerül előbb sorra, nincs, nem halad attól a dolog gyorsabban. Ez mitől van? Mocorog, jön, és egyre közelebb áll hozzád. És tehát hát... azt sugalja, hogy menjél már, de nem tudok, mert ott a vonal, asztal, előttem állnak négyen, nem tudok előrébb menni. És ha te nem mész előrébb, tehát te mondjuk hagysz egy pici helyet az előtte állodnál, akkor ő elkezd lögdösni. A néni tegnap már majdnem finoman előrébb, tehát hogy én is másszak fel az előttem álló, egyébként nagyon kedves középkorú hölgy nyakára, mint egy jelezve, hogy szeretnénk mi is sárga csekket befizetni. Én mondom, azért csak nem fogom most így hátul azért rámászni, hát ki tudja, félreérti a dolgot. Szóval, hogy valami elképesztő. És jön egyre közelebb. Mit akar? Hát és sorra kerülni? Igen. Nagyon gyorsan ott szeretne lenni. Ez picit olyan, mint amikor látod, hogy vágtatnak a piac felé. Meg vissza. Igen. De ez nem csak idősekre jellemző, tehát a sorban a nyakadra álló embertípus, az fiatal is megcsinálja, középkor is megcsinálja, hangosan liek, finoman letüsszög, rákrákog. Tehát, és ott áll ugye mögötted. És először csak a papírt érzed, ami a kezében van. Ugye fogja a csekkeket, meg az ilyen befizetni valókat, meg a borítékokat, és azt érzed, hogy egy ilyen papír sarok beleáll a hátadba. Akkor tudod, hogy ő közeledik. Megérkezett. És akkor finoman a második a lehelet a tarkódon, amit te mondtál, és utána teljes testtel valahogy elkezd. Igen. De én ennek ellenére szerettem. És rugalmasan követ. Az a legjobb, tényleg. Tehát amikor azt mondja, hogy egy fél lépést előrébb tudsz menni, mert még az előtted lévő meg közted van annyi hely, kicsit előrébb mész, akkor követ. Tehát ugyanazt a fél lépést is megteszi, tehát a távolság egy centimétert sem csökken. Igen. Igen. Na mindegy, feladtam a csekeket, megvettem a kis kaparos sorsjegyemet. Van egy olyan hajléktalan a posta előtt, vele már nagyon jobban vagyok. Mindig azt csinálom, hogy ő vár. Ő ott áll. És én egy hónappal ezelőtt nyertem pénzt, és nyertem kaparos sorsjegyen 5000-et, visszamentem, levásároltam, abból még nyertem 1000-et, tehát végülis elbuktam az egészet, és odaadtam neki az 1000-est. Ma már úgy köszönt, hogy jó szerencsét, mondom, ha lesz valami, hozom. Megint vettem 5000-ért sorsjegyet, figyelj, rákattantam konkrétan, postás néni már készít nekem a kaparos sorsjegyet, brutálisan kaparok, iszonyatosan, na! Van valami, főnök úr? Tehát nekem ott már egy kialakult... Inkább adod neki a pénzt egyébként, ha sem. Nem. Odaadtam neki a sorsjegyet, mert volt az egyiken egy 1000-es. Két különböző játékból jött össze az 1000-es. Odaadtam neki, bement, majd még én elmentem a kocsimhoz, kapartam még egyet, és visszafele már csak eljöttem, letekertem az ablakot, már jött oda. Nagyon jó. Még egy kis ajándék. Köszönöm, főnök úr, köszönöm. És nem megyek újra, és már ott vár a pacák. Az jó, hogy udvarias még. Érted, nem az ez, mint 1500-öt adtam neki. Két hónap múlva csak annyit szólod, hogy nyereményadó.
És ugye, nem tudom, x ezerig vagy százerig kifizetik neked a postát, ő szépen bekocogott a postára, kivel mondom, ha máig látott, már felcsillant a szeme. Na, megjött a hülye, aki megint odaadja majd a sorsért. Úgyhogy gyerekek, ott külön élet van a postán, nagyon, az. Nagyon szeretem. Az egy retro. Retro hát feeling. És gyakorlatilag mindent lehet kapni. Minden van. Tehát, hogy van a kisebb postákon azt látod, hogy a most már ugyan videókazetta nincsen, de DVD-k azért még vannak, a különböző szeletes csokik. Van, hogy lehet egyébként hűtött üdítőt és fagylaltot is kapni. Volt hűtőszekrény. Van hűtőszekrény. Figyelj, minden kólával, van. Üdítővel. Minden van. Biztosítást akar kötni? Sorsidet akar kapni? Igen. Csomag? Nem. Levél. Ajánlott? Nem. Elsőség? Nem. Ugye, hogy a postában van valami, van. Amiért jó oda menni? Én rákattantam. Tehát függő vagyok. Most már a postásnéni, vagy a kezelőnén az úgy vár, hogy mennyiért adhatok sorsügyet. Figyelj, tudom, hogy te nagy kaparó vagy, meg te állandó. Persze. Konkrétan rá lehet kattanni. De neki százaléka van belőle, akkor ezért szeretek. Van belőle százaléka? Hát persze, az eladott sorsegyből hát neki persze, van százaléka? Hát valami pénznek is. Valamennyit visszaforgatnak, igen. Valami tényleg? Persze, minél többet elad neked, annál jobb. Úgyhogy hordjad csak oda kis pénzedet. Most akkor kezdődik a baj, amikor egyesével viszed a csekkeket, hogy aznap is vehess megint 5000-ért sorsjegyet. Tehát nem fogsz összevárni 3 csekket, hanem egyesével bejársz. Ott lesz a gáz. De azt. Majd az ilyen hajléktalan hogy? Meg nagyon örül. Jó, ott áll. Egy csekk, 5000-ért. Főnök úr, itt vagyok. Na minden, jó, állandóan nyerek. Állandóan nyerek. Beetetnek. Igen, már gondoltam, hogy ez az etetés része, és utána visszaívnak, veszel egy nagy adagot, és semmit nem nyer. Olyan sorsjegyet kaparok, ahol többféle játék van egy sorsjegyen, lehet, hogy ismered ilyen nagyobb egy kicsit, és 4-5 típusú játék van rajta, hogy föl kell ismerni, hogy ékszerdoboz van-e rajta, meg pénz, akkor nyertem, meg van 2 szám, mondjuk a 9 és a 12, utána lekaparok 9 számot, és ha valamelyik egyezik, akkor ott van alatt, hogy mennyi pénzt nyerek. Brutál jól tolom. Olyan kis pénzérmék, hogyha találsz egy bankjegyet, tudja. Tudja. És ott állok a posta előtt, és kaparok. Nagyon kemény. Na jó van. Te csinálod még? Hogy csinálnám? Igen? Persze. Csak nekem ezért nem is akkora, hogy hívják. Akkora flash, mert hogy azért hetente egyszer én még begurulok. Én mondtam, interneten bárki el tud utalni. Irány a posta, gyerekek. Ennyi, legyen kihívás, legyen küzdelem. Föladjuk a sárga csekket. Én nagyon szeretem. Na jó, a júli rovat előtt mutatjuk a hármasugrót, mármint a beugrót, hogy mit kell kitalálni, jó? Mert ugye a játékunk szabályai szerint 2 darab előadót vagy dalcímet kell elküldeni, és megírni nekünk, hogy mit hallottatok, úgyhogy mutatjuk, figyeljetek. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na. De sűrű. Olyan kapkodós. Ugye? Hebrencs volt. Há, igen. Megvan. Az a feladat, amikor ismerem a dalokat, de nem tudom megmondani a dalcímet. Tehát egy csomó mindent ismerek, de nem mindig tudom, hogy mi a dalcím. Hát ebből én egyet megint. Én egyre vagyok jó, én rájöttem ezekben a kis mixekben. Most nekem meg volt 2. Egyet találsz meg mindig? Általában. Tehát egyet kapsz el? Igen. Igen. És ha már újra lejátszod, akkor megint ugyanaz az egy, az ami beugrik, annak én örülök, és akkor el is ment a másik 3. Soha nem tudnék játszani ilyet. Na, küldjétek el nekünk, jó, hogy mit hallottunk. Gyorsan még 1-2 közlekedés. Az M1-esen Győr felé a 20-as kilométertől dugó van, csak lépésben lehet haladni. Ez egy útjavítás miatt van, méghozzá Zsámbéknál is, és emiatt van a dugó. Figu elküldte nekünk, köszönjük szépen. Szél Kálmán tér, Megfártliget 25 perc, aki tud kerüljön, mindkét sáv be van állva. Margit körút beállt, így van, Buda és környéke, Budáról Pestre is, a Tölgyfa utcában felásták a fél útpályát, emiatt az a rész az elesett. 441-es úton Nagykörös vasúti átjárónál baleset van, ezt Fecó üzente nekünk, valamint a Vörösvári út és a Vihar utca kereszteződésében van egy nagyon csúnya baleset, ha valaki dugóban áll arra felé, akkor ez az oka. Jó, mi pedig jövünk a játékkal, és Júli rovatával. Júli érkezik hozzánk, már itt sündörgött kint. Imádják Júli rovatát, így a hallgatók, mert tegnap szereti. Volt, aki írt, hogy ma mivel jön. Azt hiszem, hogy az eddigi témai hogy közül... Hogy kikéri magának, hogy meg mit hozott ez a nő, de holnap lesz a rovat. Nem baj, a mesztelen jóga vezet szerintem. Hát, azt én is nagyon szerettem. Na, jövünk a játékkal és Júlival. Ákos, híre jut. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Ma
Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Megfulladok, 9 óra múlt 12 perc. A paleo sütike, az mi? Az. Nem valószínű, hogy ma van egyébként tényleg írja egy hallgató, és igaza van, az év utolsó 10 millió szoros napja, aki hisz bennem, aki nem. És ugye, hát elerősödik, ez a fulladj már meg, dögödj már. De a tárgyal, nem rohadtál meg ott a mikrofon másik oldalra, hallott egy gyökérációsban, hallgatom a Kossuth Rádiót, mint téged. Na hát, ők is hisznek a 10 millió szoros napban. Kigyulladt a piros lámpa. De az nem üt. Konkrétan majdnem megfulladtam. Csak a jó üt, nem? Tehát csak a jó jön be. Hát, igen. Vagy visszaszáll. Aha, szóval te kívántad valakinek, hogy fulladjon meg, és visszaszállt rá. És visszajött, igen, igen. Nem, a tibeti hagyományok szerint ugye 4 ilyen nap van az évben. Ez változó, vagy mindig ugyanaz? Nem mindig ugyanaz. Csak esik, nem mondják, hogy melyik az. Nem mondják, hogy melyik talált ki. És ezeket a tibeti úgynevezett ilyen nagy butha napokat tartják, ugye 10 milliószoros napnak. Ez 4 nagy butha ünnep köré szerveződik tulajdonképpen, és ilyenkor a te kívánságaid a buddhista hagyományok szerint ugye 10 milliószoros erővel hatnak az univerzumban, ami azt jelenti, hogy nyilván ha azt mondtad, hogy szakadjon meg a pista, a fűnyíró, vagy rohadjon, essen már be az emésztőbe, az nem biztos, de ha jót kívánsz, ha pozitív dolgokra koncentrálsz, ha megpróbálsz elengedni negatív dolgokat, kötődéseket, vágyakat, mindenféle negatív érzelmet, akkor az lehet, hogy erősebben teljesül be, mintha csak azt mondjuk holnap november 3-án vagy 4-én kívánnád. Hát ezek a buddhisták most ebbe lehet hinni, vagy nem, de érdekes. Négy ilyen napot mondanak. Én tudod, hogy én nagyon tisztelem őket, főleg azért, mert sziszifuszi munkát végeznek. Most gondoljuk bele, hogy hány ima malom forog folyamatosan a világban, hogy hány kis ima zászlót cibál a szél, hogy hány szerzetes van, aki folyamatosan mondogatja a kis mantrait azért, hogy jobb legyen, hogy szebb legyen a világ. Most két dolog lehet, vagy ők működnek nagyon gyenge hatásfokkal, vagy pedig tényleg nagyon nagy a baj ebben a világban. Nem tudjuk, hogy gyenge hatásfokkal működnek, mert nem tudjuk, hogyha nem működnének, nem lenne durvább a helyzet, ha nem működnének. Tehát lehet, hogy csak azért ennyire kemény a helyzet, mert egyébként működik, és visszatartanak egy csomó mindent. Nem tudhatod, hogy hol lennénk, ha nem működnének. Hát ez megközelítés. Lehet, hogy most egy pár percen belül beszalad egy láma egy kolostorba, és azt mondja, hogy srácok, lefordítottuk a tekercset, rossz helyre küldtünk eddig minden. Igen. Mindenesetre álljátok, a negatív is működik. Tehát csínyán kell bánni azzal, hogy negatívat kívánj valakinek, mert elvileg az is. Hát visszaüthet persze, de elvileg az is. Tehát a negatív cselekedetek hatása is 10 milliószorosan üt vissza, így értem. Tehát nem a negatív gondolat üt vissza, hanem hogyha te negatívat cselekedsz, akkor az 10 milliószorosára erősödök elvileg. Hát most ebben az ember vagy hisz, vagy nem hisz, de érdemes utána olvasni. Szóval 4 ilyen tehát, van. Uh-huh. Friss lúdláb, megvan a kívánság. Friss lekvár a piskót a tekercsbe, jó cukrászta, nem? Házilag készített tészta. És már be is jött otthon az. Disznópörzsölő. Kolbász, hát a pörzsölő a negyediken, azzal még ugye elgondolkozték, de a jó kolbász már otthon. Legális disznóvágás a társasházban. Engedélyezzék végre, vegyék be az alapító okiratba. Az jó a többieknek is. Füstölő a kerékpártárolóba. Ha én vágok disznót, abból jut mindenkinek, hát érted? Pörzsölő hát milyen jó a szemétárolóba. Igen. Vérfogó a rantottának. Szóval... A váló helyiség a kukatárolóba. Isten, de szépen kitaláltátok. Szóval ezeket is lehet kívánni. Polcos tűzlépcső a kocsonyának. Most van itt az időszaka mindjárt a jó kocsonyának. De jó, hogy na látod, 10 milliószoros nap van. Jó kocsonyát mindenkinek. Nem ám rosszat, hanem jó. Tiszta fényű kocsonyát, szépen átlátszó. Rezgőset. Tiszta csokhúsot mindenkinek. Csokhúsot. Meg is van a 10 milliószoros napod. Látod, hazamész és ott lesz. Gyerekkoromban nekünk is a padlás feljáró, a padlásnak a lépcsője, az ilyen 10 centis ilyen kis sávvá, ilyen kis nyomsává redukálódott le, mert végig tele volt rakva a kocsonyákkal. És ha nem volt szerencséd, akkor a macska végig járta, de hát Isten, igen, attól az még ehető volt. Az volt a szerencsé, hogy mindig apám engem küldött ki, hogy hozzak be két kocsonyát, és akkor mindig végignézegettem őket, és tessék, apa, jó étvágyat. Na hát ez emlékeidet is el tudod engedni a 10 milliószoros napnál. Tehát bármit kívánhatsz. Egy jó kacsonyát is, igen. Nézzük a közlekedési híreket. Vörösvári út és Szőlő utca kereszteződésében autófurgonnal csók csatázott, egy sáv járható a híd felé, emiatt van a dugó, sajtkukac üzente nekünk. Köszönjük szépen.
Aztán azt nézem, hogy az M1-esen Győr felé Zsámbőik előtt 6 kilométeres a dugó. Ezt Zoli írta nekünk, Mezőkövest 3-as főút, trafi, mindenki vigyázzon, valami 8 mentőautó és 5 rendőrautó miatt áll az Üllői a Hempál kórháznál. Emiatt csóhajtottál? Tudsz valamit? Jaj, nem, majd mondom. Nem közlekedési info. A süti biztos. Ja, nem közlekedési info. Nem, csak mondani akartam, hogy van egy kedves hallgatónk, Hege, annyit küzd, fél óránként mindig elküld egy-egy SMS-t, amiben általában engem cinkel, hogy egyet olvassam, amiben létszik, hogy ne mondjon már el nyomtalanul. Keressük. Megnézem majd, hogy jó, most már nem írta alá a szem, igen, 73-38. Ma megnézem majd, annyira küzd szegény, hogy adásba kerüljön. Jó, egyébként már reggel Hegétől beolvastam. Akkor kapott vérszemet. Na, Juli jön hozzánk, lehet, hogy ezt belelkesítette, igen. Juli jön hozzánk, ugyanis kedv van, úgyhogy Juli már itt is van. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Csak egy mondat, Jani, hogy azért én is kapom. Balázs, ha működne ez a 10 milliószoros lap, te már nem lennél. Ugye? Hogy azért... Az emberi is szeretet, látod? Isten, az a szeretet, az ami árad az emberekből felénk, ugye? Itt reggel a Morning Show-ban. Hát köszönjük szépen. Hát mi lenne? Mi lenne velünk? Komolyan mondom, köszönjük. Nélkületek, ha ezt nem kapnánk meg. Nem kapnánk meg minden reggel, de kapunk. Mi értetek vagyunk, ti pedig értünk. Így van, de mi szeretjük magunkat. Cinkeli, Júli, hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, srácok. Üdvözlőség van. Tudtad, hogy 10 milliószoros nap van? Nem. Nem, de ezeket most te honnan tudod? Van egy kis naptárad, amiben fel van írva? Nem, ő érzi, szívi. Ezt az ember tudja, én vagy ezt használom. Be van állítva, mindenre. Küldenek neked üzenetet erről? Vagy ez hogy persze, küldenek? SMS értesítés kap a Dalai Lámától, olyanban vannak. Igen. Kedves nyilván. Balázs. Kedves Balázs, ne felejtsd el, hogy ma 10 milliószoros. Mondd be a rádióban. És akkor ilyenkor, hogyha én azt kívánom, hogy legyen világbéke, akkor nagyobb eséllyel lesz világbéke? Hát ha mindenki kívánna a világbékét, akkor az lenne, nem? Gondolom igen, én, hát mint aki a kb. Kritikus ugye? Tömeg, tudod, de arra szokták mondani, hogy van egy kritikus tömeg, aki már azon meditál, meg azon dolgozik, akkor előbb-utóbb, igen, ezen energiák, ezek felülkerekednek a rossz energiákon. Hát ha te egyedül, az nem biztos, de vannak ilyen közös elvonások, meg nagy meditációk. Ahol... Ha te kéred. Akkor sem, mi ketten azért kevesek vagyunk erre, de igen, nyilván, hát ezt minél több ember küldi ki magából, annál pozitívabb lesz ez a világ, amiben élünk. De ha többet akarsz tudni erről a témáról, akkor neked is kölcsönadja az ezok közhelyek lexikon. De nem kell egyébként ilyen nagy dolgokat. Nem kell ilyen nagy dolgokat kérni a világbéke. Hát annyi mindennel küzd az ember. Meg annyi vágyad van, nem? Meg annyi mindent szeretnél, meg ragaszkodás, meg egy csomó minden, amit tehetem, kell egyből a világbékével kezdeni. Ez egy kicsit túl nagy falat. Te mivel indítottál? Hát csak, hogy tudjam, hogy honnan. A ragaszkodásaid elengedése, a vágyaid elengedése, a múltbeli dolgok, ami már nem tudsz változtatni, azon dolgok elengedése, egy csomó minden cipel az ember. Hát ha ezeknek csak a negyedét leteszed, már lehet, hogy szerencsésebb vagy. Kezdheted a világ békével, csak lehet, hogy az egy picit melósabb. Az egy picit melósabb. Feri, valami a füstölésről? Mindenünk megvan. Na, mi újság, Julim? Á, szuper reggel, képzeljétek el, arra ébredtem, hogy a szomszédban a Lidi zörög. És, én Aldiba megyek. Hát hogy mindig lecsapod ezt a poénet. Komolyan mondom, hát szólj nekik, hogy ők vannak, értünk, a Lidbe megy az ember, hát 10 óra kezdőleg ez zörög. Szóval Lidus lányom zörög. A névadó előtt sokat hallgattátok, hogy elmegy a Lidi néni a vásárba, vagy hogy? Ezt, én utána hallottam ezt a számot, én előtte nem hallottam. Nem. Te ismered ezt a számot, hogy elmegy a Lidi? Mi van? De nem mondod, hogy nem ismered. De nem ismerem. Aztán utána meghallgattam, igen, szuper jó. Szóval a Lidi zörög. Szóval Lidi zörög. És Lidi kapott születésnapjára egy ilyen kis sminkkészletet valami kis barátnőjétől. És úgy képzeljétek el, hogy lementem főzni kávét, a kakaót, és Lidi jön be teljes pucba. Vágva, kifestve, kisminkelve. Anya, csak egy kicsit kisminkeltem magam. Mondja ezt a 7 éves lányom iskolába indulás előtt. És tök érdekes így látni a Lidinek a változását, hogy hogy fejlődik, hogy változik egyik évről a másikra. Annyi csajosság van benne, amennyi bennem soha nem volt. És tök érdekes, hogy ez honnan jön, mert hogy tőlem valószínűleg nem látja, mert hogy én nem... Az apjából. Vagy a papa, ugye, vagy szokták mondani, hogy az ellenpélda is segít. Tehát azt már látja, hogy milyen csaj nem akar milyen lenni. Milyen csaj nem akar lenni. Nem akarok olyan lenni, mint az anyja. Igen, és akkor menekül a másik. Kopogós cipőt akar állandóan húzni. Step cipőt? Nem, magas sarkú csizmát.
állandóan csinosítgatja magát, illeg, billeg, táncikál, dobálja a haját. Én ilyen soha nem voltam, és ezért nagyon-nagyon izgalmas látni ezt a fajta fejlődést, és őszintén szóval engem egy picit frusztrál, és egy csomószor azon kapom magam, hogy laj, Lidi, ne vegyük már fel ezt az utcára, ez tök ciki, de hát miért fognám vissza? Hát ha ennyire csajszi, akkor tegye és csinálja. Persze, ha jobb, mintha a Milán csinálná ugyanezt, nem? Furcsa lenne, bár egyébként volt. Anya, kifestettem meg. Volt egyébként ilyen kiskorában, de erről már azt hiszem egyszer beszélgettetek, ő felvette a Lidinek a kis szoknyácskáit, amitől a Mirónak egy picit énekelt a haja, de aztán utána levette. Tehát, hogy igazából nem volt ez a probléma, egy hétig tartott ez a... És most az zavar, hogy meddig megy el a lányod ebben a dologban. Fura lesz egyébként, igen, hogy nekem... Te igen, nem voltál soha ilyen. Nem, soha de nem. De ő egy külön személyiség, hát, hogy miért nem pontosan, engedem? Pontosan, de engedem, nem akarom én ezzel, nem akarom visszafogni. Nekem egyébként anyukám nagyon sokszor mondta, jaj, Júlcsikám, ne csináld már, ne csinálj magad bohócot, meg ilyesmit, és akkor úgy tudod, hogy mindig így ezt így visszafogtam. És nyilván nem rosszat akart, meg nem akart engem elnyomni, csak nem valószínűleg ő is ugyanezt látta otthon. És én ezt nem akarom továbbadni a lányomnak. Ha ő úgy érzi, hogy neki tetszik a kopogós csizma, hát akkor vegye föl az utcára. Nyilván iskolában nem fog abban menni, meg nem engedem. Nem egy idő után, dehogy nem fog. Hát előbb-utóbb el fog menni, igen, de nem 7 évesen, tehát hogy azért ott azért közbe kell lépni, meg nyilván lemostam róla a sminket reggel, de hogy ez ilyen cuki. Hát de lassítani helyes. Lehet azért, nem? Szóval, hogy szerintem azért lehet ellentmondani egy gyereknek azért, mert ő azt akarja felvenni. Tehát azért nem az jelenti nyilván, hogy nem tudom, milyen ruhába kell járatni, hogy semmiféle nőiesség vagy csajsz is ne legyen a gyerekben, mert előbb-utóbb ugye elkezd nővé válni, hát ezt látja az osztálytársaktól, de azért szülőként szerintem egy picit ezen a folyamaton lassítani vagy visszatartani, biztos, hogy rosszat teszel Balázs neki ezzel, nem? Nekem nem fog a lányom 12 évesen pucba vágva, sminkbe, iskolába menni. Hát mondod de most, persze. Nem, mindaddig, ameddig ezt otthon csinálja, és mindaddig, ameddig az utca vagy a ház körül sétálgatunk a kis csizmában, meg otthon illeg-billeg, és ez otthon történik, szerintem azzal nincsen baj. Természetes és óhatatlan, hogy egy idő után ezt majd ki akarja vinni az utcára, meg ki akarja vinni az iskolába. Ezt, hogy is mondjam, nyilván egy határidőn belül ezt meg fogom akadályozni, de 14 évesen szerintem már bármit csinálsz, azt tenni fogja. Hát hogy ne, 14 évesen nem engedett kisminkelni magát, akkor beül a kocsiba, vagy elviszed, kiszáll a kocsiba, kimegy, elmegy, kimegy, elviszi a sminktutat, azt a WC-be kisminkelni magát, tehát ezt már nagyon akkor nem tudod. Hogyne. Beül a korvedbe és sírva elhajt. Igen. Beüteti a átsülésre, a fehér úszkát maga mellé dobja az arany iPhone-t. Igen, igen. Szóval, hogy ez csak inkább lassítani lehet, nem? Én megakadályozni például, nem nagyon. Amit én nem engedek meg, például az a körömfestés. Mert az nem nyáron állandóan előjön, ugye, ahol lakunk Velencén, ott vannak nagy lányok, akik meg kifestetik a körmét. És jön a panyesz, hogy ő is ki akarja festeni, és mondtam neki, hogy 18 után életem azt csinálsz, amit akarsz, de most még szerintem nem jó. Én nyári szünetben engedem. És most ha viszont, ha nem eszed meg ezt a vérből később, nem, azt megeszi. Most pedig már kellenek a gyöngyúknak a nyakát. Nem, azt megcsinálja. Nem, tehát tévedésben vagytok. A normál emberi dolgokat, azokat csinálja a gyerek magától. Azt megcsinálja magától a gyerek, érted? De én azt gondolom, hogy... Rohatacetom, megbarul a zöldség a szagától. Így van, érted? Egy csomó praktikus dolog. Én például nem szeretem, én nem engedem. Szerintem egy 6-7 éves lánynak nem kell. Mi van akkor, a béka megengedi, te nem? Nálatok nincs ilyen? Dehogy azért legyünk őszintén, hogy baromi nehéz mindkét szülőnek úgy következetesnek lenni, hogy van, amit te gyengeségből, mert cukin néz rád, megengeded. Nálunk is én vagyok az engedékenyebb fura módon, a Viki a szigorúbb, és akkor ebből mindig köztünk is konfliktus van, de nehéz ugye baromi következetesnek lenni, mert más a két szülő inger küszöbe. Tehát lehet, hogy a béka azt nem figyelj fel, senki nem lesz baj, te nem engeded. A két szülő egymásnak, ő engedné, ugye akkor a két szülő egymásnak feszül, a gyerek nyitott szemmel néz, hogy akkor ez az apa, jól van, kapd el, veled vagyok. Közben nem túl szerencsés, tehát hogy baromi nehéz, és nem. Hát a kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Hát ez még most sehol nincs. Ezekben a dolgokban, tehát hogy én nem engedem, ebben én kemény vagyok. Igen? Tehát, hogy így van. Nem kemény lehet, vagy csoki? Nem lehet. Jó, nyugtass meg. Hát csoki, kemény vagy. Járok éppen, de anyámmal élek, de akkor is, tehát majdnem mint hazanyámmal élnék, ugye béka, de azért egyen azért jobb a helyzet. Tehát, hogy az ember tartsa magát. Érted? Tehát nem lehet. Tehát egy 6 éves gyerek ne fesse. Az a valóban, tökre egyetértek veled érted? Valóban. Akkor jelenleg a rágó ilyen neuralgikus pont, hogy rágozzon vagy ne rágozzon. Na hát azt meg a béka engedi. Én meg nálunk meg én engedem. De miért engeded meg? Ne rágozzon! De mi 6 éves? Te megengeded? Te, aki mindig félsz a félrenyeléstől. Képzeld, de nekem, én utálom a mindenféle gyümölcs, szőlőt teszik a gyerek, lever a víz, úgy eszi a szőlőt, nem merek oda nézni, teljesen beteg vagyok. De a rágó, hát ez kicsi lenyeli, ez nem gond. Nem a szőlő. Hülye néz, hülye nevek már félbe legyen. És ki is magozod, vagy mi? Egy kis szívot tudod, mint a Robert 1600 wattos porcív.
Itt van ez, meg rágom neki. Egész basz, ölöd, gyorsan lére kézi mixerrel. Ez is egy gyerekkori para, én kicskoromban nagyon sokszor megfulladtam. Tehát én emlékszem. Hisz jól nézel ki ahhoz képest. Én emlékszem arra, hogy anyám már mondta a konyhában, én feküdtem a kövön, kész, nem kaptam levegőt, és ő meg kirohant, hogy hozza a vödröt, nehogy odaálljak a konyha közepén. Én mondom, anyám, nagyon jó, hogy hoztad a vödröt, az a legfontosabb, nehogy odaálljak, ilyet feküdtem már ilyen sokba. Ma már volt vödörért, hogy ne hányjam össze a konyhát. De ezért jó az, amit csinálsz, mert nem ragasztod át a gyerekre a fóbiádat. Nem. Pont az, hogy igen, próbálom. Én már láttam Balást kapszulával, így. De így fél óránként, ez már elolvadt a kezébe, tudod így. Forgatgatva. Nem, én mindig beszélek a kapszulával, hogy léci, nem menj félre. Igen. Tudod, így forgatgatva, nem meri lenyelni, mert akkora. Léci, te most a barátom vagy. Beveszlek, hogy dolgozzak ki szervezetemben. Jó? Léci, nem menj félre. Hosszába, ne keresztbe. Félre ment már valaha? Rohadt sokszor majdnem megfordultam. Ez egy olyan pszichés gát, hogy úgy, én nagyobb ilyen, mit tudom, ilyen vitamint nem bírok lenyelni. Tehát én az algopirint hat barágom, tudod, olyan keserű, hogy izé kómába így lesek. Tényleg én vagyok a beteg hülye, aki gyógyulja. Igen, mindenkinek van. Igen, 10 milliószoros nap van, kívánd azt, hogy ezt el tudod. Én már régóta dolgozom, ezért én úgy a nyakamba veszek egy nem tudom. Egy oboával sétáltál, nem tudom. Hát egy oboát és egy boát is. Egy oboát és egy boát is, érted, de ránézek egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis vitaminra, egy ilyen nagyobbra, egy lever a víz, és hat napig nézem, mire beveszem, és szétrágom, nem bírom lenyelni. És konkrétan térek félre és nyerek. De bennére próbálom nem átragasztani, hát ez nem szabad. Na de Júli. A kúppal is így vagy? Tessék? A kúppal is így van. A kúp könnyen becsúszik, basszus. Pedig emlékszem, hogy ültettem gyerekkoromban. Nem, mutató, hogy már jó. Pontok egyet, már benn is. Pedig már kinyílik. Alig várom, hogy lázas legyek, hogy végre kúpot hatassak magamnak. Mi kicsit annyira... Hoppá, felcsúszott, itt van a számban. Hülye, az a Noelli. Á, mondom, bocsánat, jó, azt hittem. És még kisebb volt csomagolva. Úgy sokkal jobb a húz. Igen, Júli? Na, szóval, srácok, elég kellemetlen, vagy hát zavarba ejtő helyzetbe kerültem, nem? Elég képzeljük el, hogy a fiam nagyon kaján vigyorral állt elém, balról a Lidi, jobbról a Milán, így körbevettek, és akkor odaállt a Mimi, és azt mondta, hogy te anya, te tudod, hogy mi az a dugás? Így a Milán? Igen. Tényleg? Aha. Hát egy pillanatra úgy elgondolkodtam, hogy akkor most fölállok és megvárom, és hogy hazaérjen a Miró, és akkor átküldöm hozzájuk őket, de Miró nem jött, úgyhogy tudtam, hogy egyrészt körbevettek, úgyhogy muszáj volt valamit válaszolni, és így visszakérdeztem először, hogy hát miért te mit tudsz, mi az a dugás. És akkor azt mondta, hogy hát az, amikor az emberek ezt csinálják. Csak mutatom, hogy Gyuli mit csinál, igen, fogta a mutatóját, és bedugta a gyerek a szájába. Igen. Amit és kivel húzogálta. Igen. Ez fontos. Itt kezdtem volna először ráncolni a szemem. Én ráncoltam. Ez azért igen. Én ráncoltam, mondom, Milán, várj, ez nem az, de hogy ez mit jelent. Tehát mi az, amikor az ujjadat húzogatott ki be a szádból. Tehát szerintem valami nagyon durva tartalmat látott valahol. És ott, hogy hát ez az, amikor az emberek csókolóznak. Jó, azért megnyugodtál, kifújtad a levegőt. Nagyon fújtam. És akkor nyilván elkezdtem egy másodpercig dilemmázni arra, hogy oké, akkor most elküldjem-e, vagy kezdjek-e a káposztákról, meg a méhecskékről, meg az akármikről beszélni. Káposztákról? Hát van a történet, hogy a káposzta ott van a kertben, és akkor... Hát mászik hozzá a fiú káposzta, és csúnya megcsinálja. Én sok mindent hallottam, hogy káposztában. Van valami francia történet arról, hogy a kertben a káposztából kikel a kisbaba. A francia történet megvan, azt nagyon szeretem, de... De a káposztából kikel a kisbaba, hát mondjam, ilyen sosem. De kézzed el, mennyire voltam volna elveszve. Én arra emlékszem, hogy volt az a lány, aki beleült. Nem, káposztát nem kezdtem. Igen. A kis eperke és az uborka. Én is emlékszem, de na, szóval igen. Azt éreztem, hogy valószínűleg a gyerek valami olyasmit láthatott, ami felkavarta, és kérdések vannak benne, úgyhogy gondoltam, hogy akkor itt az ideje, és hát hogy is mondjam, szofisztikáltan, nyilván nem nagyon részletekben menően, de hát elmondtam neki nagy vonalakban, hogy mi történik olyankor. Lidi is ült mellettem, a Milánnak eddig bent a szája, tehát úgy röhögött, úgy vigyorgott, mint én még ennyire gyereket zavarba lenni, és vigyorogni nem láttam. A Lidi viszont az olyan szinten hűlt el, hogy utána kérdezgette, hogy de mi, most várjál már, és akkor apa is ott volt, amikor én mondom, hát igen, apa volt ott főleg, de hogy, és ti ezt mondtad úgy csináljátok, hogy ezt ti úgy csináljátok, hogy le vagytok vetközve, mint amikor a tus alatt álltok, hát mondom, igen, úgy csináljuk, és az volt a vége az egész történetnek, hogy anya, te egy olyan okos, kedves, intelligens nő vagy, hogy csinálhatsz ilyeneket? Hogy szerintem kéméknek elmondtam, amit kellett. És egyébként nyilván utána elkerestem, hogy mikor normális, vagy mikor ildomos, hogy előkerüljön egy ilyen kérdés, és hogyan kellene, vagy hogyan illet volna rá reagálni. És azt mondják egyébként, 10 év alatt nem feltétlenül szerencsés, hogyha az ember ilyesmiről beszélget a gyerekével. Az jó régi könyv lehet. Te viccelsz, 10 év alatt. Hát azt mondják, Júli, hát a fiad így jön. Ez az,
valószínű, hogy valaki egy okostelefonon vagy valamit hozott neki, valahol az iskolában, és ő látott valamit. Hát vagy az apjuk elaludt a tévé előtt, hogy kimentek vécére. Azért a kódolatlan hétvége mire képes, ugye? A kódolatlan hétvége ilyen kettőkor azért, ugye? Hát egyszer majd nem. A kódolatlan hétvége este 11-kor az más tartalom van. Letiltottuk azt a két csatornát, egyébként azóta se tudom visszahozni semmilyen. Pedig akarod. Hát én ütök mindenféle kódot, de már nincsen semmi. Ahogy hallom, Miró tudja a kódot. Csak kicsit beállott. A gyerek így megállt a nappal, és így kikerekedett szemmel, 10 percig nézte, és nem mert megmozdulni, hogy a szörnyű dolgokat látott a képernyőn. Szóval egyébként egyrészt örülök neki, hogy a fiam 8 évesen elém mert állni, annak ellenére, hogy kicsit aggódom, hogy most már ez a kérdés előkerült, de ez azt jelenti, hogy bízik bennem, és megmer olyan dolgokat kérdezni, amit egyébként én nem tettem volna fel anyukának. Emlékszem, bocsánat, hogy közben vágok, de hogy volt egy olyan mesekönyv, volt egy olyan könyv, emlékeztek rá, hogy minden nap rá egy kérdés. És pontosan tudtam, hogy a 240 valahányadik kérdés volt az, hogy hogyan lesz a gyerek. És minden nap az volt. 241 júli. És anyám esténként olvasott fel nekünk ebből a könyvből, úgy, hogy mi mondhattunk számokat. És sosem mertem föltenni, sosem mertem. Nem merted bemondani? 26-os kérdés, mama? Nem. 69. Ebből a szempontból jó egyébként, hogy jobb a kapcsolatod. A gyerekkel, nem is tehát, a, nem, vagy nekem más tök, a kapcsolatom. Más, tehát ez az, hogy nekem tök jó kapcsolatom volt anyámmal, de mi soha az életben nem beszéltünk ilyesmiről. De és már réges-régen mindent tudtam, de soha nem volt egyébként olyan, hogy anyám leült volna, és azt mondta, hogy na Julikám, akkor most el kell mondjak neked néhány dolgot. De nektek volt ilyen klasszik felület? Ehelyett mindig a Zsoltárok könyvét erőltette? Pontosan, igen. Persze, együtt énekeltek esténként. Nem, nálunk nem volt klasszikus felvilágosítás, illetve a szomszéd néni egyszer így kicsit bepityókázva elmondta nekem, hogy jó, átvett a csapas üveggel. Mama beívott, az kipakolt, hogy mi történt vele. Mi hogy történt? Hagyjad magad, hamarabb szabadulsz. Nem, elmondta, ő is ilyen szép szóvirágokkal, de elmondta, hogy mi hogy zajlik, amikor én már persze mindent tudtam, de gondoltam, hogy akkor most már tulajdonképpen ezzel, hogy a szomszédnéni elmondta, ezzel legalizáltam a tudást, és akkor felszaladtam az emeletre, és vártam volna a nagy bejelentést, illetve el akartam mondani, hogy engem most felvilágosítottak, tehát én most már mindent tudok. De néhány ponton kijavítottam a nénit. De anyám és apám feküdt az ágyon, ilyen nagyon síri hangulat volt, tévét néztek, úgyhogy úgy éreztem, hogy ennek a katartikus bejelentésnek nem most van itt az ideje, úgyhogy végül anyám sose tudta meg, hogy én már fel vagyok világosulva. Úgyhogy, de neked nem állt még a ponyi? A ponyi tegnap reggel is kérdezte, hogy hogy csinál. De hogy a ponyi még sose állt eléd ilyen tartalommal? A ponyi, ezt nem tudtam, hogy a ponyinak hívott. Ponyi, nem tudom, hogy miért akarsz a ponyival, de hát mi azon már túl vagyunk az Annával, így van szóban legalábbis. A gyerekek igen, de nálunk ez, mint ahogy mi a mesztelenséget se ilyen tabu témaként kezeljük, ezt nagyon sokuknál. Nyilván nem olyan részletességben meséled el egy 4 éves gyereknek, vagy a vacsorához fölvetöztök, nyugtass meg. Ne. Ja, jó, az. Csak úgy érted. És én mindig is úgy szedem a levest, hogy fölállok mindig. Igen, csak akkor van kellemetlen szituáció, hogy háromfogadás van náluk. És jössz be a vacsorához, a gyerek úgy, apa, itt mások esznek, vegyél már föl valami. Apa, csak mondom, ha bográcsozunk, akkor egy picit óvatosabban, jó? Megéghet a vége. Na, nagy lángon oda perzselődik. Jó, nektek könnyű, mert ott a szomszédban, ugye jól emlékszem, azt hiszem, hogy a szemben lakó, ott mászkált, gyakorlatilag a gyerekek úgy nőttek fel, hogy ott mászkál egy ember pucéran a saját lakásában. Jó, de pucértestet lát, de hogy a két pucértest egymással mit csinál, ez egy egészen más történet. Mert szerintem egyébként ezt a szülők túlparázzák, nem? Tehát egyszer elmondod neki az igazságot azon a nyelven, hogy ő megértse, de nem baj, ha kérdez. Tehát, hogy mindig akkor kell válaszolni, és abban az ütemben, ahogy ő kérdez. Nincs ilyen nagy felvilágosítás, mert mire szerintem egy szülő felvilágosítja, a gyerek már mindent tud. És amikor kérdez, akkor kell neki úgy válaszolni, hogy a gyerek érez egy nem kamuzon, mert a gyerek megérzi a kamut, és ez a titka. Persze. Hogy az adott szintje, mindegy, hogy 6 éves, vagy 8 éves, úgy mond el, hogy ő ezt megértse. Menni is kérdez egyébként dolgokat, ő még ott van, hogy apa és anya ölelkezik, akkor abból ez kis tesó, mert egyszer elmesélte a nagymamájának, hogy apa és anya ölelkezett a fürdőszobában, de hogy valóban csak megöleltem a Vikit, nem az volt, hogy rányított, tudod, és mit csinálunk, ölelkezünk, menjön, nézd tovább a tévét, tudod, brutál hangok a fürdőszobából. És még itt, én nagyon élvezem, hogy ő még ilyen androgyn, tehát hogy nincs igazából neme, fiú persze, de hogy még nem nézi a csőket, én nagyon szeretném, hogy az állapot minél tovább tartson, mert onnantól kezdve, hogy kamasz lesz, tudod, onnantól kezdve már elveszt valamit a gyermeki létéből, azt, hogy még nem érti a szexualitást, nem ismeri, nem foglalkoztatja, én nagyon gyorsan ezt az állapotot. Hogy Benni, gratulálok a diplomáthoz, és most beszélni kell. Apa, ez már a harmadik diplomám, 28 éves vagyok. Jó, ezért mondom, hogy üljünk le beszélni. Tehát én ezt élvezem, de ha jönne és kérdezne, nem baj, őszintén el kell neki mondani, nagyobb dolgot csinál ebből a szülő, mint szerintem amilyen valójában. Nem? Tehát elmondod, hogy apa, anya, szereti egymást, néha összebújnak, abból lesz a kis tesó, és akkor... Na de ha megkérdezi, hogy bújtok össze,
Hogy. De akkor, és akkor innentől kezdve hogy magyarázol? Tehát, hogy uh-huh. egyébként az a feneség az egészben, hogy a magyar nyelven, bár egyébként egy 6 meg egy 8 éves gyerek esetében szerintem tök egyszerű, mert hogy ők még napi szinten használják a fütyi punci szavakat. Uh-huh. De egy idősebb gyereknél nincsen már jó szavad, nincsenek jó szavaid rá, mert egy 10-12 éves gyereket, hogyha fel akarsz világosítani, akkor ezek a szavak már dedósak, de egyébként meg csak vulgáris kifejezéseket találsz rá, tehát hogy már nem is nagyon tudod neki elmondani ügyesen. És egyébként meg egy 12 éves gyereket meg már hogyan világosítasz fel, hogyha már egyébként erről a történetről. Hát 12 évesen kezded el, ott nagy a baj. Ott az elszállt az nem, ott, az ott, adó. Ott, 12 évesen már kamaszok. Tehát itt én látok olyan 12 éves csajokat ad a mondjuk baráti társaságokból. Mondani a virágnak. Megkérdezte, hogy mi az a pöcs. De nem mondtad, tudta, nem használsz, hogy nem használják ezt a szót. Virág, nézz apádra. Így van, na, nem gyere, menjünk a fülműszoba tükörhöz. Na nézz bele, hoboldat, tász, baloldat. Most már tudod, mi az a pöcs. Neked eltönnek úr, hogy a fiúknak, amik van, nem az a pisillek, fiúk kukélányok, tudsz neki válaszolni. Ami még szintén fura viszont, hogy elindult egy új vonal a Milánnál, hogy mindenkit taperolni akar. Na ettől aztán tök, én viszont nagyon zavarban ez vagyok. Az de hogy mentek a hetes buszon, és nem, ismerős, általában ismerős nőket meg akarja fogni a mellüket, és ugyanez a vigyor van fent az arcán, amivel felém mint közeli. Mint az apjának, mi? Igen, és így megy, és már látom, hogy emeli a kezét, Jézus. És pontosan tudom, hogy ez nem az a három, Jézus. Nem a három éves, akiknek már... Akinek de átmentek egy ebédre valaki, ez is megy, és megfogja hát a házi azt, hogy mellé. Hát most például a nagymamánál voltunk. A nagyi mellébe belekapaszkodott kicsit. Hát és így nagyi megfoghatom a melleidet, és már így nyúlt. Nyúlt, és van úgy, hogy múltkor például bejött akkor, amikor tusoltam, és így láttam, hogy stíről, és iszonyú zavarba jöttem tőle. De ez nem baj, hát jött két fekete öltögyös, azt mondta, meg kellett, hogy önök hisznek az örök életben. Jaj, mit akarok? Ez nem baj. Hát nem baj, persze, mert hogy ez hogy is mondjam, ez ismerkedik, összehasonlítja a te testét az ő testével, nézi a különbségeket, a hasonlóságokat keresi, értelmezi, tanulja, tehát ez szerintem megint mire a bejt. Látod, anya, ez már csöcs. Akkor válik a dolog természetellenessé, ha látja rajtad, hogy valami nem stimmel. Hát minél természetesebben mutass meg figyelj, neki magadon minden. Szerinted hagyjam, hogy megfogja? A melledet? Mm-hmm. Igen. Persze. Nézzétek meg egyébként. 3-4 évesen a gyerek beléd kapaszkodik, megfog, megpuszír. Hát persze, fog, igen, a lányoknak mellük van, a ciciük van, ebben van a tej, ezzel letettelek téged. Ha minden nap meg akarja fogni, az már nem normális, de egyszer meg akarja fogni, anya, milyen a cici, mert már nem emlékszem. Hát Ferinek már a soma kezére kellett csapni. Mit csoda, persze. Papa, este is mutasd meg a cicidet. Ilyen cicidet. És ilyen megmondtam, amíg nem eszed meg a körömpörköltet, de aztán igen. Megvan már, tisztítom az a köröm, ami igaz lesz ebből pörzsöt. Ott van még egy kiló fagyasztott pacal is, majd ha azt is megpucoltad. Kiolvasztottad. Szóval fogja meg, persze, nézze meg, annál nagyobb, az sem baj, hogy az óvodában, hát szóval, hogy buszítadnak, fogdossák egymást, ezt az óvónéni kezelik, ez nem baj. Már tanítónénik. Vagy tanítónéni, hát akkor meg pláne. Hát, de ez már itt már egyre kevésbé pláne, tehát hogy tehát az a bajom, hogy vannak a Milánnak kis haverjai, akiknek vannak anyukáik, és azokhoz is oda menne. És hogy meg fog érti szint, mekkora a gyerek? Mi mit látott ez az apjától? De pont ez az, hogy hol a túróval látja ezt? Tehát, hogy ezt nem látja, hogy otthon jönne a Miró, és gyere azt, hogy megcsöcsörészlek. Tehát nálunk sose. A gyerek nem csak tanult viselkedést alkalmaz, van egy csomó ösztön, van egy csomó, ami a genetikának köszönhető, ösztönnösen is csinál dolgokat, tehát nem csak tanult viselkedési formák vannak azért. Na mindegy, szóval igyekszem ügyesen terelgetni ezt, csak tudjátok, az a baj, hogy az ilyen pillanatokban nem a Miki van vele, hanem én. És amikor elmondom neki ezt, hogy figyelj, Milán, ez kellemetlen, nem fogdossuk mások igen, hát azt helyre kell tenni, persze. Mások női mellett, lehet női mellett. Tehát, hogy ne nyújj hozzá ki. Azt helyre kell tenni. Nagyon ciki, persze. Hát majd a Mirót leszabadítom, ő neki kell ezt helyre. Hát a veletek se csinálom gyerekes. De miért nem lehet beszélni a gyerekeddel? De tud, nem erről van szó. Miért az, hogy a Miró? Nyilván legyen ott a Miró is, vagy de lepasszolod magadról. Azt mondod, hogy majd a Miró megbeszéli. De hogy... mint anya, te nem mondhatod el azt, hogy figyelj, kicsim, nem fogdossuk meg az osztálytársaid anyukájának a mellét. Még hagyjuk a villanyszámlás bácsi. Nem. Nem rángatjuk a közértes nénit. Ezt én is elmondom neki, és nyilván én is a szájába rágom, de hogyha a apjától hallja ugyanezt, akkor annak súlya van. Jó, na szóval csak ennyit számít. Imádom, hogy nálatok annyira jó dolgok történnek, komolyan mondom. Nálunk egy-két év volt szintén ugyanez, de hát ez nagyon...
Igen. Jó van, puszi neked, köszönjük, hogy itt voltál. Ciao, hello, hello. Játszunk hármasugrást már, itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, felkészültem. Hello, Vanessa, ciao. Hello. Sziasztok. Hello, szia. Honnan hívtál minket? Hát, Svehátról hívlak benneteket. Ó, oh, Ausztria. Oh. Ausztria. Mit csinálsz ott? Igen. Sörgyártás. Üzleti ügyeimet intézem. Ó, oh, egy anyuka, aki Svehátban intézi az üzleti ügyeit. Hát az nagyon. Így igaz. Nagyon. Köszönöm. Hány gyermek? 4 gyermekem van. A betyárja. Hú, tudatos volt? Abszolút. Jaj, Isten, hagyjad már. Persze, hogy az volt. Nagyon helyes. Kérdezte, hogy kettőt akartatok, és mondta, hogy legyen egy harmadik ikreklet, vagy egynél megálltatok, és még jött egy hármas siker. Hát csak kérdezem. Milyenek a kérdések? Nem, van. Igen. Mondjad, bocsánat, mondjad, Vanessa. Van egy 10 éves nagyfiam, az ikrei most lesznek 9 évesek a hétvégén, és van egy 2 éves kislány. Na, hát akkor az ikreket talán még bele is rafáltam kicsit, hogy ott azért. Igen, hát az szülői örökség, az gén. Jó az ikrek. Génhiba. Az elején nehéz, aztán ott vannak egymásnak. Jó az. Jani, milyenek a kérdések? Úgy érzem, hogy menni fog neki. Na nézzük. Mehetünk? Jó, remélem. Persze. Így szól az első kérdés. Melyik kontinensen őshonos az impala? Dél-Amerikában. Úgy érzem, hogy kifognak rajta a kérdések. Úgy, de gyorsan rávágtad. Nem már. Az impala? Hát... Szintén akkor Afrika. Afrika lett volna. Hát, az és csak ott. És ez üvegtigris, egy sevi impala, ugye azt hiszem az volt benne. Igen, Afrika. Afrikában őshonos az impala. Most picit megleptél. Azt hittem, hogy ez nagyon könnyű lesz. Itt vagy Vanessa? Vanessa? Itt vagyok, Vanessa, tehát antilopa kevertem össze ételennyébe, és azért keveredtem meg. De tehát, az antilopa az jó lett volna. Afrika, Asztrik, Dél-Amerika. Igen, hasonló, ez a kis négy lábú, igen. Tudom, ismerem őket, szoktam állatkedve járni. Ez Afrika. Afrika. Vanessa, ez egy nagyon gyors játék volt. Hát, majd legközelebb. Jó, legközelebb. Jó? Jó, puszilunk. Köszönöm. Sziasztok, vigyázz magadra, csáó. Hello, hello, hello. 3, 2, 1, ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ez gyors volt. De... védelmedre legyen mondva, nem volt nehéz, de ez tudható volt. 3-4-10 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan, 10 óra mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Beszéltünk arról az iskoláról, ahol ugye talicskával tolták ki az ételt. Hát ez valami elképesztő, mi is a hírekben hallottuk, hogy ugye a menzáról, a menzán dolgozók nem kis befőttes üvegben, nem szatyorban, nem ételhordóban, hanem talicskával tolták ki az ételt, megpróbáltuk elképzelni, hogy ez hogy zajlott. Szörnyű, abszurd az egész, ugyanakkor természetesen szomorú. Szomorú, igen, hát nyilván a humorosabb oldalát fogtuk, meg elmondtuk, hogy rettenetesen sajnáljuk azon gyerekeket, akik éhesen mentek haza, akik nem kaptak repetát, mert lopni nem szép dolog, de gyerekektől ellopni aztán pláne, de mégis hát baromi abszurd a dolog, úgyhogy próbáltuk elképzelni, vajon hogy néz az ki, amikor emberek talicskával lopják el a káposztás cvekedlit a menzáról. Mint egy torrent film. Szörnyű. Szörnyű a magyar valóság. Igen, és volt egy komolyabb témánk is, hogy nyilván sokan hallottatok a bukaresti tragédiáról, ami múlt héten történt. Beszéltünk egy szemtanúval, Annával, aki ott volt, és hát egészen megdöbbentő részleteket mondott, szívbe markoló részleteket, hogy mi történt. Ő még az eset előtt ugye egy-két perccel pont ki tudott jönni, de kintről nézte végig, hogy mi történt, és hát... tehát felkavaró dolgokat mondott. Fontos, hogy beszéljünk ilyenekről, és fontos, hogy minden szülő hallja, hogy amikor elengedi a gyermekét szórakozni, akkor akár ne adj Isten valami hasonló is történhet, és fel tudjuk vértezni a gyerekeket. Ha más nem, egy-két hasznos mondattal, ami akár segíthet. És úgyhogy erről beszélgettünk Annával, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Jó reggelt, ez itt a Meri vagy nem Meri Lajossal és Józseffel. Elképesztő. Figyeljetek. Hívjuk a laphallgatóját. Talicskával lopni a menzáról. Morning show. Egy gyors, ennyi, de gyors. Nincs kell csinálni. Azt a betyárjál, de gyors vagy. Igyekszem. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Stan vagyok, sziasztok. Voltam már nálatok adásban. Stan? Sam. Sam. Aha, Sam. Azt írta nekünk, két talicska stíriai metélt eladó. Igénybejelentés a menzán, Marikánál kiskubikos jeligére. Hát szeretjük ezt az SMS-t, és ezzel stíriai metélt. Te vagy a naphallgatója. A sztori elképesztő, nem? Na, meglehetősen, igen. Ugye, hogy azért tényleg, hát
ráadásul gyerekek elől, gyerekektől, szóval komolyan mondom, megáll. Mondhatni ortátlan. Igen, igen. Te vagy a nap hallgatója, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, és van plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblokkban. Jó? Köszi. Köszi, hogy minket hallgatsz. Sziasztok. Ciao. Hello. Szia. Hello. Csabikám, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság? Nekem talicskám van eladó, ha esetleg. Kicsit rozsdás ugyan, de... De nem elképesztő azért, tényleg, ráadásul tényleg gyerekek kerül, hát az embernek az esze megáll. Az van nálunk, hogy a két gyerekből az egyik, a nagyobbik azt mondta, hogy ő nem hajlandó a menzán enni, neki nem felel meg, tehát valószínűleg az ő igényei magasabbak annál, mint amit a menza ad. És a közösségi élményért azért néha lemegy, tehát az otthonról vitt kaját azt megeszi, de azt mondta, hogy egyszerűen sem ízben, sem változatosságban. Nevelj, Csabi, lehet, hogy félreérted, de egyébként is pont arról van szó, hogy nem akar hozzászokni a minőségi táplálkozáshoz, mert otthon akkor... Igen. Bocs, Laura. Nem. Azt írja valaki, rutintalanok vagytok. Rutintalanok vagytok, a nyersanyagot lopják, nem a készét el. Igen, csak a nehezebb műsort csinálni, persze. Tessék, érteni a humort. Köszönjük, abszolút veszünk minden ilyet. Igen. Nem látom az SMS-ét, ugye? Vele rakjuk a lisztet, és kitalicskázunk, abból nincs műsor. Abból van, ha lebbes leves rakunk a talicskába. A jó, szóval tehát, hogy a néha szóval keresel, irónia. Igen, néha kicsit asszociálni kell, néha kicsit hozzátenni egy-két dolgot, de köszönjük szépen az SMS. Csabi, kell remek zenék? Adélt hozom nektek, ugye... Csobot? Bon... Nem. Jönnek. Adele. Akit ugye a legújabb dalát a Garami mutatta be egy héttel ezelőtt hétfőn, és képzeljétek, minden rekordot megdöntött, 24 óra alatt több mint 23 millióan nézték meg. Hát ugye 4 év szünet után az emberek, mint a messiást úgy vártak végre egy új Adél-dalra. Azóta eltelt egy hét, mondom a számot, hogy eddig mennyinél tart. 205.979.285 megtekintés. Asi, és te már majdnem ott van, mint az épluszos videóim. Igen. Hát jól szórakoztatom. Vagy le kell lőnöd ezt a csatornát, ha nem akarod, hogy megdöntse a rekordjelent. Vagy valami újat kell neked is hozzá. Tehát nekem nem utal a YouTube. Úgyhogy őt hozom. Hello, ez a Klasslágernek a címe. Meghallgatjuk. 555-55-00 a telefonszám. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hello! Ciao! Ez volt a műsor, amelyre az ország